Halló, a föld alatti ellenállás mozgalmát keresem. Az megvan nektek, hogy nálunk most búgatják a bírkákat? Hát veletek mi van? <síns> <síns> Köszönöm szépen mind a három kibaszott spontán embernek. Az egyik én vagyok. Oh, Istenem, veletek. Tehát, mi lenne velem nélkületek? Hát, nyugodtabb lenne az Nagyon életem. Nyugodt kevesebben lennénk, Charlie. Kevesebben lennénk, azt gondolom. Hát ez zsír volt. Akceptáltam egy óriási challenge-et, Krisztián, a héten. Neked mondom, mert Jaj. Te szereted értékelni a foggal kapcsolatos dolgokat. Jaj, jaj. Képzeld, nem múlt a, a fájdalmam ott jobb oldalon, ahol csak tömés volt. És olyan érzékeny, mondom egy árpi, érzékeny, árpi. El fog múlni, még ecsetelni is voltam nála valami faszom, tudja, kerámiával. Nem múlik, nem múlik, kibaszott érzékeny. A Szabim van. De az tök jó, mikor lesz? -e? Egy hét múlva. Jó, hívom. Ö, a Szabim voltam, és olyan sokan vannak most, hogy másfél hét múlva. Az kurva jó, még jobb, az meg. Úgyhogy hétfőn sikerült ezt a challenge-et lefutnom, oda mentem, és képzeld, most csak egy órát vártam, és, és kiderült, ilyen dupla tükörrel nézte meg a fogamat, és hogy a két fogam között volt az egyik tömött fogam, még egy apró repedés rajta, ilyen ajaj, nem ajaj. tudom, szúvasodás, vagy luk, nem tudom. Na úgy, hogy azt ott ki szette azt a tömést, a más, tehát megcsinálta azt a bordát, azt a luksit, és, és most kopogjam le, de úgyse fog behallatszani, mert zajszűrő van. Most patent az arc berendezés. Úgyhogy, úgyhogy ennyi volt, meg valamit itt... Ja, akkor igen. még egy kis kötelező köröd volt. Igen, igen, igen. Deriből ez úgy a... hogy annyi... vége, de akkor mégsem. Igen, igen. Aztán, ha már így megkérdezhetek spontánul, mi történt veled, én nagyon föltűhítettem magam a héten, mert, ezt Krisztián neked mondtam is, ott van az a csoport, amit jaj, mindjárt elnémítok, mert egyfolytában irkálnak bele. A social media grup, ugye a, a, Billion mondjad lives. Már, a Billion Lives, most nem tudom, miért etensőn ér át akartam, hogy biztos, mert Éronnak a pólóján láttuk. És ö, beszélgetés, némítása. És ö, mi úgy kérdezgették, hogy na és ki jön, ki jön a francia premier, ki, jön, ki a faszom az meg nem majd repülőjegy, meg szállás, meg anyám kínja. És akkor, és akkor így éron ezzel a nemes egyszerűségével így, így szinte csak így, így félváró benyögi, hogy, hogy hát ott, ott minden social médiásnak jár az ingyen belépő, és a szállást ő intézi, és egyébként az úti költséget is 200 dollárig fizeti. Hát mondom, bazd meg. Na nézzük gyorsan Elékelek. a naptárt. Nézzük a naptárat, nézzük! 11-e. Hát mondom, ez nagyon jó. Pont aznap jövök haza. Londonból esélytelen a dolog. Rohadt életbe. Hát meg kell állni fél úton, ott van Párizs. Hát tulajdonképp csak Kaléna lett. Átmegyek valami ízéve, teherautóval azt, A jó van. Lestopolod Inkvit, <gül> <gül> meg ellát. <laughs> Igen. Igen, kis kifli, nagy kifli, vagy már inkább ez már hamburger. Na úgy, hogy én ezen a, dühögtem, azt mondta, hogy... Azt mondta, hogy nem nem tudnak uh, ketten egy ágyon. Hát ugye... ö, jó, hát na, mm. hát azt hiszem na. el, amit el akarok inni, na. Megy, azt csak akarni kell. Igen. Szóval én ezen a ezen a nem megyek Franciaországba dolgon dühöngök, hogy ők majd posztolgatják a képeket, hogy milyen jó. Én meg majd így visszaküldök egy screenshotot, hogy én meg itt vagyok a ködös Londonban. De hát nem, nem volt szívem ezt a programot már arrébb csúsztatni, meg letolni, meg, meg elpakolni máshova. Mindent már lerendeztem, kifizettünk, úgyhogy majd megnézzük a hazai premiért. Majd megnézzük a hazai Az premiért. bizony. Mert... Én nagyon szívesen kimennék, én is egyébként, bocsánat, hogy még itt megakasztom a szabad folyását, csak hogy egyrészt én ugye láttam Varsóba, úgyhogy nincs pofám letarhálni el, van annak jobb helye is annak a pénznek. Másrészt meg ugye négy nappal utána per nem jó mondtad. készülni kell. Pör. Pör, Pör amire készülni kell. <laughs> Ahogy mondod. Na de vannak híreink, mert egy picit most egy órát csúsztunk itt az adás felvétel. Nem tudom, most mondjuk, vagy majd a valamikor? Vagy most Szerintem is azért elég még most. jó breaking, úgyhogy kezdhetünk ezzel. Zsír. Meg, 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 jó hírek. Hát azért nem, nem indult ez ilyen jól egyébként a mai nap, mert azért is hívtalak, és volt három nem fogadott hívásod. Mert a social media csoportban csak annyit láttunk először, hogy, hogy... Hogy, 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 hogy? Ez nem az. Igen. Annyit láttunk, hogy XY left the conversation. Na mondom, mi a túró van? És, és az a valaki az egyik etenső érás volt aztán úgy nézelődünk, kérdezgetünk, hogy mi a túró, hogy van, mi van, megjelent írom, olvassátok el az üzenőfalamat, fú, és azt az öles bejegyzést te olvastad? Igen, igen, igen. Ó, én azt hittem, hogy, hogy vagy lábon kihordott egy infartust, vagy egyébként most jött el a pillanat, hogy most befordul és már az erejét így zsilettel szaggatja, tehát, hogy nagyon le van terhelve, minden a nyakába szakadt, most be is írta egy emberkének a nevét, azt majd nem tudom, hogy te lejegyzetelted-e vagy sem. Ö, ott nem. Nem, de a history megvan. Ó, oh, borzasztó volt keresnem nekem is, mikor nem voltál meg, és mondom, akkor fölteszem a kérdéseidet, amit megbeszéltünk. Az gyorsan kikeresni, úgyhogy mindegy, az valamilyen James, aki egyébként nincs benne ebbe a social group csoportba, csak e-mailben lehet kommunikálni. Na, de a lényeg, hogy akkor most azonnal, iziben, de valami baj Nem, nem, semmi, jó. Nem beszélünk, de jó ó, oh, és akkor mindenki beszaladt. Na akkor, akkor, akkor tartsunk gyorsan egy Skype konferenciát. Abból végül is az lett, hogy hárman ültünk ott a, a s spanyol, spanyol, srác, spanyol srác, te meg én, és vártuk Éron, de már közben a norvég csaj neki becsörgött, úgyhogy hát, sorry, sorry, sorry. Ö, és aztán mondtam, hogy akkor tegyük át nekünk helyi idő szerint hétre, akkor kezdődött volna a podcast, de hát prioritást élvezett a dolog, úgyhogy hétkor fölhívtuk, és sikerült elérni, nagyon jó volt újra látni, Képe hanggal, még a mújó is beizzította a webkameráját, én kérek elnézést. Az ünnepi webkamerát. Az ünnepi webkamerát, ami átvette a hangodat, <laughs> ott volt előtted a csillió dolláros mikrofon, és egy 20 forintos webkamera hangját hallottunk. Mindegy, mindegy, nagyon jó volt. Foglaljuk már össze, hogy miről beszélgettünk. Én mielőtt összefoglalnánk, szeretném megköszönni Gál az ötletet, aki most itt a hétvégi Vaper találkozón így egy gordiuszi csomót nagy Sándori huszárvágással keresztül csapott, mert hogy panaszkodtam neki, hogy mindenki mindenki folyton kérdezi, hogy mi van, de annyira nagy a távolság, lassú a kommunikáció, nehéz előrelépni, úgyhogy mi tényleg mindent megteszünk a premierért, de hogy, hogy annyira a, a, nehézkesen haladnak a, a, dolgok, és szerintem félre is ért Aaron egy-két dolgot, hogy, hogy mire gondolunk, és akkor így mondta a Laci, hogy miért nem beszéltek vele Skype-on? mondom, basszus, tényleg, hát ezzel lehet, hogy rövidre lehetne zárni, és akkor nem fölösleges köröket futunk, hanem tényleg frankon egy az egyben meg lehetne beszélni, hogy nem arra gondolunk, erre gondolunk, mi a helyzet ezzel, ilyenek. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszi Laci a -a az ötletet, ezt hoztuk ma tető alá. Ennyit szerettem volna csak elmondani Csárlő. Hát én erről nem tudtam, és mégis a Skype-nál lyukadtunk ki. Na mindegy. A lényeg az az volt, hogy ugye a kérdéses pontokon átszaladtunk. Ugye először is a, a, az európai disztribúcióval kapcsolatban kérdeztünk ö, információkat, hogy hogy mi a helyzet, és egy picit hátra kell lépni, és nagyobb ö, volumenben tekinteni az egészet, mert ő, ők nem csak ebben gondolkoznak, és én mindjárt elmondom, hogy szerintem még mi van mögötte, na de ők abban gondolkoznak, ugye, hogy van egy nagy premier, van egy nagy díszes dísz bemutató, és akkor utána ezt valahogy be, becsorgatják a, a, a helyi ö, filmterjesztési hálózatba. És most a, az európai distribútor ezen dolgozik, nem tudom, hogy a, ezzel a magyar film alappal, vagy mi az anyámmal, hogy fognak zöldágra vergődni, mert katasztrófa, még számomra is a, az elérhetőség, a kontaktjuk, a honlapjuk minden, honlapjuk, hát. Pff. Hallod? Találtam, képzeld, egy e-mail címet. Hú, mondom, végre találtam, 3-4 órát kerestem. Elküldtem az e-mailt. Két perc múlva jön be az meg a Mailer démon. Hát, ez kurva jó, az egyetlen mail cím az oldalukon. Na minden. Figyelj, a distribútor azért nekik ez a munkájuk, tehát nekik hát csak én mondom, remélem, azért, hogy igen, csak igen, ott, hogy igen. ez. Aztán kitértünk arra, mert bennem egy kérdés érlelődik nagyon régóta, hogy és ez mindenkit érdekelni fog. Vajon mi az? Következő adásban elmondjuk. Nem. Hogy mikor lehetne vajon sort keríteni a magyar vetítésre, mert most ugye kijött nekik az e-mail, azt mindenki biztos megkapta, aki feliratkozott, és abban abban rengeteg-rengeteg időpont szerepel. Most gyorsan, mi az? Attention éra, Premier Kanadában, Premier Dél-Afrikában. Igen, úgy kezdődik, jön, hogy India menet közben. Franciaország, szeptember 11, aztán lesz egy dél-afrikai filmfesztivál, Józi, vagy nem tudom én, hogy hívják, aztán a kanadai premier, október 21, és akkor ezzel a nagyon nagy idő szeletet kiharaptunk a dologból, és aztán ö, New Yorkba volt már? New Yorkban még nem. Voltak a múltkor New Yorkban. múltkor de csak hogy forgatni ne, voltak egy kicsit valami volt. filmre. Aha, igen. igen, és akkor mennek még New Yorkba és Hollywoodba. Aztán van itt egy Harm Reduction Film Festival, egy nemzetközi, ez nem tudom hol lesz, várja. Nem, azt nem írja. Aztán. Ö, aztán ennyi körülbelül, úgyhogy azt céloztuk meg most első körben, hogy kérdezte, hogy melyik lenne nekünk jó, vagy hogy lenne jó, és akkor mondtuk, hogy hát, október vége, hát az, 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 nagyon, az nagyon durva lenne, úgyhogy a november eleje magasságáról kezdtünk el beszélgetni, mert Krisztián mondta, hogy, hogy hát nekünk körülbelül egy, egy szűk hónap, de inkább, hogyha mindent pró módjára akarunk megoldani, akkor egy két hónap kéne, másfél-két hónap kéne a felkészülésre és, és ennyi. És akkor ugye ott, ott beszélgettünk a költségekről, hogy mi mikkel kalkuláltunk. Mondjuk azt nem mondta, hogy gyerekek, hagyjátok a francba a repülőjét, azért én megveszem magamnak. <laughs> Ez kimaradt. Vagy, vagy, csak elfelejtette. Na mindegy. Na, hát azért adjuk meg a módját. De például rendkívül jó hír, nagyon sokat pörögtünk ezen, tehát ahhoz, hogy eljöjjön a film ide, ahhoz kell egy felirat és mi meg nyomultunk, hogy de hát hadd csináljuk már meg a feliratot, hadd csináljuk már meg a feliratot, és kiderült, hogy ők igazándiból már egész másképp járnak a gondolkozásba, és ezért volt jó beszélgetni, mert hogy olyan volt időnként, mint hogyha a puzzle nem minden darabját ismernénk, hogy, hogy mi van, és most akkor sikerült megbeszélni végre, hogy Erronék intézik a, a, a feliratot, és azzal nekünk nem kell foglalkozni, úgy néz ki, úgyhogy igazából magával az eseménnyel, a jegyek értékesítésével előre, stb. stb ezekkel csak foglalkoznunk. Visszaadom a szót uh, Igen, csak az közben jött. Fifika, Fifi, olvasd meg azt a, <coughs> a podcast epizódot Youtube-on, mert már vicces kommentek jönnek. Szóval uh, aztán ez volt. Ja, igen, és akkor ugye kérdezte, hogy milyen költséggel számolunk. Elmondtuk a költséget. Uh, ott homokórazott, hogy hát ez mi? És akkor elkezdtük sorolni, hogy természetesen a film, a már nem a film maga, hanem a, a színházbérlés, hát a mozi bérlés, a, a az afterparty, a repülőjegyek, a szállás, a catering, az anyám Tehát ebben minden benne van. Ja, 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 királyság, királyság. Ö, beszéltünk még egy kis marketingről, azt most arra nem nagyon kell kitérni, majd adás után beszélhetünk róla, vagy beszéljünk róla? Hmm, nem kell. Jó, Ö, mi volt még kérdés? Akkor a feliratfáj kilőve, igen. Ja, igen, a weboldal. A weboldalhoz kapunk full access hozzáférést az ő oldalukhoz. És, és akkor ott meg tudjuk csinálni a saját magyar szekciónkat. A domént azt sikeresen múlt héten beregisztráltam, úgyhogy már él az billionlives.hu, de még nem mutat sehova, illetve hát mutat a szerverre, csak nincs még beállítva. És ú, mi volt még, Krisztián, most nagyon szét vagyok. Hát beszéltük, hogy hogyan folyna a kommunikáció, milyen módon történne igazándiból a jegyek értékesítése előre, a támogatói jegyek, hogyha valaki a nem csak jegyet szeretne venni, hanem támogatni, hozzájárulni az esemény tető aláhozásához, stb. stb. ezeket beszéltük át, mert nyilván neki azért egy csomó olyan kérdése van, tehát most így, két szimpatikus fickónak nem fogsz rából hogy persze gyűjtsetek pénzt, aztán majd valami lesz, és ilyenek, hanem hogy átbeszéltük, hogy persze ezt komolyan szeretnénk, az Egyesületnek egy alszámláján, az Egyesület adja mögé a nevét, nem, nem forgalmazói Egyesületről van szó, hanem a Fogyasztói Egyesületről öt éve létezik, stb. Tehát, hogy így azért lássa, hogy á, nem csak így vergődünk, hogy akarunk egy ilyet csinálni, hanem azért átgondoljuk, és értelmes gondolkodó ember módjára profin szeretnénk megcsinálni az egészet, meg úgy, hogy a jóindulatú, nem annyira jóindulatú ellen drukkerek ne köthessenek bele. Ilyeneket beszéltünk át, hogy ő is egy kicsit jobban érezze magát, hogy jó kezekben van a, a projekt. Hát illetve, Miket ugye beszéltünk még? azt mondta itt, hogy mi van, hogyha befut egy egymillió dolláros támogatás? Hogy utána is jó barátok leszünk. Igen, hát az például ki kell még találni, hogy mi lesz, ha annyira támogató van a, 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 tisztelt társaság, hogy túllőjük a, 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 keretet és fölösleges ö, ö, zsetón marad, hogy azt ne, hát ugye, ugye, azért beszéltük, Azért beszéltük azt annó, hogy, hogy az nem is a legnagyobb terem volt, amit néztünk, vannál a kisebb, vannál a nagyobb, tehát hogyha mozog az ár, látjuk már, hogy, hogy, hogy mi van, hogy van, akkor már mi is tudunk ahhoz, terem mérettel igen, igen, igen. kapcsolatban. Ezt is ugye mondtuk neki, meg hogy meg hogy, mert ő ugye mindig ezt a fundraising, tehát ezt a, ezt a közösségi finanszírozás, Adománygyűjtés, adománygyűjtést igen. mondta, amit én mondtam neki, hogy ezt ne is így hívjuk, mert mert ez inkább jegy elővétel, hiszen az lesz ott majd, hogy én egy ilyen jegyet veszek, meg én egy olyan jegyet veszek. Tehát itt, itt elővétel, fizikailag jegyet vesz elővételben, amit, amit a moziban nem lehet megoldani. Sajnos, hogy azt mondjuk, hogy ez a film lenne abba a teremben, és akkor mi nem fizetünk, de majd jönnek az emberek, és akkor vesznek jegyet, mert az, az, az lútri. Megmondtuk neki is, hogy, hogy ahhoz, hogy bármit tudjunk csinálni, ö, nekünk is le kell tenni előtte az asztalra a, a, zöld hasút, meg Szent Istvánt, meg mit tudom is én kicsodákat. Hát meg látni kell előre Mátyás a étegyük, hogy Meddig ér a takaró, meddig nyújtózkodhatunk? Igen. Ja, Igen, úgy. mert hogy föltette ezt a kérdést is erről, hogy nem lehetne ezt úgy megcsinálni, hogy ő valahonnan összekapar pénzt, meg előlegező lefut a, az egész esemény, és akkor majd a jegyekből befolyik, meg ilyenek. De mondtuk neki, hogy, hogy a, ahhoz, hogy egyrészt Magyarországon élünk, <laughs> a magyar realitások azok nem kimondottan kedveznek egy ilyen nagyon nagy lelkű és, és naív hozzáállásnak másrésztről, meg, meg, meg tényleg látni kell előre, hogy, 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 hogy hogyan alakulnak a dolgok. Úgyhogy nem, nem. Ezért is kell az a két hónap buffer, hogy lehessen intézni az egészet, tervezni, számolni, stb. 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 Úgyhogy ne utólag próbáljuk meg összekaparászni a, a költségekre a fedezetet, hanem legyen meg minden a helyén, és akkor precízen tudjuk, hogy mekkora partit lehet adni, és mekkorát nem. Tehát gyakorlatilag ezt úgy kell megcsinálni, mintha magunknak szerveznénk egy vetítést. Mert hogy arra nem számolhatunk, hogy majd ennyi meg annyi bevételt fog hoznia. Igen, 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 igen. Tehát Mindent előre nekünk ugyanúgy, mint a, a, tüntetésnél, vagy demonstrációnál, mindent előre ki kell gazdálkodni, és előre meg kell lenni a, a, a A végén az elég vicces lenne, hogyha ah, nem tudjuk kifizetni még a kaját, akkor öklendezzétek vissza. De jó buli volt, <laughs> köszi. Igen. Éron, figyelj, visszafele riksával mész. <laughs> Még se kellett letölteni. Megnéztük. Igen. Úgyhogy ez volt, és aztán természetesen, bár nem tudom, hogy ez mennyire marketing szöveg, de, de mondta, hogy már nagyon szeretné megnézni Budapestet, az egyik legszebb város a világon. Igen, azért megsimogatta a buksinkat egy kicsit rendesen. Igen, London igen. után mindenképp. Hát én ezzel nem... Nem, Azért annyira nem. Hát szerintem Micsoda? Mi, London. Én összesen hát, tudom a kettőt hasonlítani. Az, az egy szeméttelep. Azért mondom. Tehát az egy katasztrófa. Szóval ez volt, jó volt. A feliratra visszatérve, ő egy picit technikai oldalról közelítette meg a dolgot, bár én írtam neki már annó, hogy nekünk van emberünk, aki a DCP-t összekalapálja. Igen, ez, ezért is nagyon jó volt, hogy sikerült beszélni, mert két külön dologról mert ő, beszéltünk. Mi ő, a fordításról igen, beszéltünk, ő meg ő ő arról, a, a, hogy a technikai dolgokról. Igen, dolgok, hogy milliós dolgok, hogy lesz, van, meg fel. hangsáv, meg anyám kínja, meg azt összerak, meg azt már nem is mondtam neki, hogy de mondtuk, hogy van emberünk, jó, csináljátok meg ott, és úgy, ahogy ahogy tudjátok, csak akkor, akkor érted? Mert azt azt érdemes tudni előtte, hogy, hogy például a, a német, a spanyol és a... milyen fordítás hármat csinál. Francia. Igen, német, spanyol és a franciát azt, azt már megcsinálták, és, és így fognak jönni Európába. Hát ezért fájt ez egy picit. Nekünk, hogy mi azért nagyságrendekkel jobban meg, meg, vagyunk szakadva, mint kicsit a németeknek ilyen szempont, osztrákoknak ugye kényelmes, mert német ajkúak a ők is, és, és náluk is Gyakorlatilag ennyi volt a sztori, hogy hát, jönnek akkor a ah, minélkülünk. Van meglesz. még egy lehetőségünk, indítsunk Németországba egy kampányt, hogy beszélnek ők is magyarul. Kicsi lenne a penetráció. Igen, mi 150 évig beszéltünk németül, most ők jönnek. Most ők jönnek. Emlékeztek arra, valami Habsburg-magyar monarchia, vagy valami? Na, most jó lenne egy kicsit kompenzálni, fiúk. Ugy, ugyanezt a törököknek is meg Ha az osztrák magyar monarchia, de hülye vagyok. Uh, ja, úgyhogy ez volt, és uh, keeping touch, és uh, ő is hagyja a mindenféle szír uh, Szerintem most eléggé túl van terhelve a tengeren túli dolgokkal, ugye ha úgyhogy csak erre a háromra számolunk, a hogy, hogy New York, Hollywood, meg uh, Kanada. Az se kevés, és akkor még itt lesz egy indiai filmfest is, ami az sincs közel, meg a francia, meg a német, meg még. Az két indiai doktor. ninja konferencián, ugye? <laughs> Igen. Úgyhogy mindegy. Szerintem ez itt sokkal jobb volt, így beszélgetni, mert tényleg nem az volt, hogy öt percet tud, és gondoljunk bele, hogy ül a csetelőtt, és akkor én írok neki, én egyedül írok neki, viszont. Neki meg, Mikor meglátják, hogy online, akkor írnak 80-10-15-en, és akkor így lehet, hogy egy idő után föl is adja az ember a küzdelmet. Próbál meg kizsonglőrködni, hogy most ki. Tad, ő, kinek, Kikivel? Mit kinek mit mondtam, Ú, hogy is van, mert. Nem, nem emlékszem. Szóval ö, igen, és egy csomó dologra, ö, meg hogy miért adnának az emberek nekünk pénzt, meg hogy bíznak-e bennünk, hát egy két ilyen kurva jó képű gyerek, Krisztián ezt így mondta neki. Ugye? Én így fordítottam fejben. Pont így. <laughs> Igen. Hogy, ö, hogy ö, egy, hogy ö, a arcunkat, nevünket adjuk, a másik meg, hogy, hogy nem gitterületként, hanem hivatalos formában, tehát nem a mi számlánkra megy a pénz. Például a, a, hú, hogy hívják a finn vagy svéd csaj? Fjörstad, nem tudom én. Közös Itt ismerősünk. Tessék? Lisbeth. Lisbeth, igen. Hát ő mondta, hogy bemegyek a bankba, és akkor nyitok egy alszámlát, és akkor majd oda jön. Hát az azért, az nem úgy van. Úgyhogy ja, ennyi volt ez a hát egy 40-45 percet beszélgettünk. De hát, soma, somárom tényleg, ahogy Charlie is összefoglalta egy óra alatt többet haladtunk, mint az előző másfél két hónapban, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon hiánypótló volt ez a beszélgetés. És pont ma kérdezte valaki a, a Billion Lives-nak a Facebook oldalán, hogy, hogy, lehet már tudni, hogy jön a filmek. Gyerekek, nem kérdés. film el fog jönni. Hát még az idő ponton tologatunk, de most már, most már van egy, egy, egy időablakunk. Most már november eleje, Plusz-mínusz egy-két hét jobbra-balra. Tehát azért így már jobban lehet ö, készülni a dologgal. Meg hát nekünk is ö, lehet, hogy még jobb is lenne az afterparty miatt, tudod, a, amit mondtam, hogy októberben nincs szabad kapacitásuk a, igen, annál igen, a igen. helynél, csináljunk beforepartit, t anyát. El, előre nem iszunk a medvebőrét. Igen. Úgyhogy ő, ő is azt mondta, hogy akkor ez most meg lesz tök fassa, és akkor utána meg, utána meg mozi. De hát az, az, már nem ilyen izé lesz, ilyen csinnadrattával, meg nem tud senki kezet fogni Éronnal, meg válba veregetni, esetleg elénekelni vele a, a Biki Chonáit, mondjuk. Az egy nagy parádé lesz, szerintem. Na de akár tovább is mehetünk igen, ezt jó kiveséztük, úgyhogy jó hírek. De én is az elektromos ellenálló találkozón szombaton nagyon-nagyon sokan kérdezték, hogy, hogy, most akkor mi van, és annyira kellemetlen volt, hogy igazándiból csak ilyen sablon válaszokat tudtam adni, ilyen nagyon tág dolgokat, hogy hát dolgozunk rajta, jön, várjuk a válaszokat, meg ilyenek, de most már akkor legalább tényleg egy lépéssel közelebb kerültünk, hogy, hogy tényleg legyen is valami a dologból. Zsír. Juhéj. Ha már... És veletek mit történt? <laughs> ja, tényleg. Tehát... Na. Mondhatom. Hát, és veletek mi Na, tényleg. Halló. Csönd. Halló, 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 halló. Van itt valaki? Nem, annyira belemé. Tehát Mujónak ugye ezt tudjuk, hogy egy kibaltázott álmosító hangja van. Ez nem Tehát... igaz. De igaz, de igaz. Öcsém, én Mujó, veled Mujó. esti meséket mondatnék föl a a kurva Youtube csatornádra, és iszonyúan népszerű lennél. Nem, igen, mert mindenki belealudna. És akkor jött a kapanyányi monyók. Nem, Fifika, okay. nem lenne sikeres, mert tudod, mielőtt a feliratkozomra kattintana már aludna. <laughs> már aludna. Mi volt az? Ó, oh, nem emlékszem a csatornára. Bassz. Egyébként azokkal a fiúkkal össze nem úgy jöttem össze. Nem úgy jöttem össze. Akik Most csináltak ezt a hát is podcastes kérdőívet, <laughs> és összejöttünk Slacken, és mit tudom is én, huszan vagyunk talán, most már ezt is tudjuk, hogy, hogy hívhattok producernek, de hívhattok podcast showrunnernek is, Krisztián. Tegnap előtt, tudatosult bennem, hogy showrunner is vagyok. Tehát a van szerve. ennek ahhoz, hogy velem mi történt várjál még azzal, és, és kérte az egyik srác, hogy, hogy valami, valami ízét belehallgatva, mert sose hallott tiszta szégyen. És belehallgatott, kurva jó a hang, kurva jó a hang, de figyelj, annak a két srácnak, de főleg az egyiknek olyan álmosító hangja van. Mondom, melyiknek? Hát nem tudja, ki ugye az adás közepe felé jött. Ja, megvan, oké, okay, mújó. Úgyhogy ezt tedd el magadnak. normálisak. De ezt ezt egyébként már többen mondták mújó. Tehát nem, nem most találjuk ki a csárlival, hogy, hogy ez így, ez így van. Tehát nem tehetsz róla, ez egy adottság, ez egy adomány. Tehát fogd fel úgy. ismerősöm felesége de? mondta azt egyszer egy találkozón, amikor először találkoztunk élőbe, és előtte játszottunk online, és csak ilyen voice chaten hallotta a hangomat, hogy meghallott, mindig a Sinkovics imrére gondol. Az öreg Igen. halász és a tenger. Írta Ernst Hemingway. Na de ívnak a birkák, vagy mi van? Jaj, ív, ív, tehát úristen, bírkahal, vagy nem tudom, bírharcsa, bírharcsa, juhpont. Egyébként igen, csak olyan kurva sötét van odakint, hogy nem látom, hogy. Hogyan ívnak a bírkák. Hát ez még adást címnek is jó. Na mindegy. Szombaton voltam a Szegedi. Hát mi nem hívjuk magunkat elektromos ellenállóknak, mi csak a Szegedi gőzlovagok kerekasztala vagyunk, úgyhogy volt egy ilyen kis találkozó, amit egyébként minden hónapban a, a kerekasztal megszokott szokott tartani. Egy ilyen 10 és 20 között mozog a, a, létszám, mindig van egy-két érdeklődő, kezdő, tehát egy ilyen jó hangú, jó hangulatú beszélgetés, és hát ugye ez egy pizzéria szomszédságában lévő kocsma intézmény, aminek a félig zárt teraszán vagyunk jelen pillanatban, úgyhogy télen nem tudom, mi lesz velünk az szerintem sok embernek gondot fog okozni, hogy télen sapka uh, hol, tudom sapka, hol csináljon találkozót, de uh, rettentő jó volt, és uh, hát nálunk kerítés projekt volt, szombat-vasárnap lecsiszoltam a fehér festéket a kerítésről, úgyhogy úgy néztem ki, mint egy ilyen lisztes uh, molnár, aztán uh, beeresztettem a lecsiszolt fát, és... Utána jött a festés című fejezet, hétvégén meg betonozunk, vasárnap, reggel 8 órától várom a lapátolásra, keverésre jelentkező e cigarettásokat. Ingyen Az likvid... extrém túlélő sportoló. <laughs> Ingyen likvid lesz, illetve halászlé, akinek kedve van, az le hat a halpárzó Uh, nem, a halabírkapározó uh, helyünkre, és akkor ott egy térbetonozást meg tud ejteni. <kül> Na de a legnagyobb uh, történet a, a héten az volt, hogy uh, jött egy csomagom, amit uh, nagy uh, izgatottan uh, bontottam ki, mert azt hittem, hogy megjött az a, a csomag, amit vel itt charlie húzzuk egymást, hogy rendelünk Kínából, és akkor majd jó megkapjuk, vagy jó nem kapjuk meg. Szóval jött egy ilyen tök ismeretlen csomag, fölnyitottam, és ha hiszitek, ha nem, egy darab porszívó alkatrész volt benne. Na, annyira azért már ilyenkor az ember rutinos, hogy utána rohan a futárnak, és akkor mondja, hogy áj, 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 ez nem az enyém, lehet, hogy összecserélték a csomagot, vagy nem tudom, én meg se néztem a, a ragaszt rajta, és akkor mondja a srác, hogy de hát ide kellett hoznia, hát izé, hát fú, de hát mondom, nem is az én nevem van rajta, de hát a cím az egyezik meg, hát akkor várjon, akkor mindjárt telefonál. És akkor telefonált, és a kollégámnak így megcsörönt a telefonja fölveszi haló tessék. <laughs> És az ajtóba beszélgettek a futára, hogy hát oda hoztam a csomagot, ahol kérték. <laughs> hát ez zseniális volt. <laughs> Úgyhogy ilyen, ilyen furcsa sztorik mennek nálunk. És és valami, ja, igen. És Charlie elkezdte föltölteni a, a podcasteket. Igen. És engem mindig, meg, mindig megdöbbent ez a, ez a, az embereknek a tudatlansága, vagy a, vagy a nem törődömsége ö, többek között. És mindig elgondolkozok azon, hogy basszus, tehát megcsináltunk ugye a, ez a 124. podcast egyébként, mert pont a 123. volt múlt héten, az olyan jó pofa volt, 1, 2, 3. Ez a 124. podcast, és ilyenkor mindig elgondolkozik az ember azon, hogy úristen, 124 podcastből egy csomó embernek, aki egyébként most alá kommentel mondjuk a 23. podcastnek, ami még nagyon az elején volt, Semmi nem maradt meg benne, semmi nem jött le belőle. Pedig ha valaki most végighallgatná ezt az elmúlt majdnem két évet, akkor, 2014. február, akkor már több mint két évet, akkor, akkor láthatná a történéseket folyamatában, ahogyan a, ez a podcastekben elhangzott. És hát volt még egy szomorú ö, történetem a, a héten. Meghalt az egyik kedvenc színészem a kultúrába. Ö, raktam be. Ha valakinek az valamit, hogy Charlie Csárlés a csokigyár, yeah. vagy ö, vagy Dutyi Dili, vagy a... Oh, a melyik volt a vak meg a süket? Vaklárma. 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 Tehát ha valakinek mondanak ezek a filmek valamit, akkor, akkor ugye nem is tudom. Ja, Frank, az ifjú Frankenstein kalandjai, ahol, ahol valami zseniálisat alakított Jane Wider, tehát szerintem az egyik legőszintébb és az egyik legjobb amerikai komikust vesztettük el. 82 éves korában halt meg. Fifika, Fifika, a fiatalok nem így fognak rá emlékezni, hanem ő volt az a lila kabátos a mémből, aki úgy volt, hogy profítő vagy, mesélj töjik. Igen, tehát Igen. ő volt, ő Igen. volt az. Igen. És így leültem a, a Youtube-el, és nézegettem egy pár régi filmjelenetét, és valahogy, most ha így egy picit csapongok, akkor inkább csak az érzelmek mentén, mert valahogy rátévedtem ilyen 50-es, 60-as évekbeli slágerek videóira. És öcsém, ültem a, a YouTube előtt, és azt tudatosult bennem, hogy azok a slágerek, amik bennem az 50-es, 60-as évekből megmaradtak, biztos, hogy nektek is van, tudod, ilyen régi, amerikai 50-es, 60-as évekből slágerek, hogy azoknak a 99%-át vagy fekete énekelte, vagy spanyol. És a, ennek a 99 nak a 100 át földolgoztak, és amire azt hitted, hogy egy kurva jó sláger hallasz Igen. most, az kiderül, hogy az megy feldolgozása egy 50 éves számnak. Egyébként erre ez pont, pont ez, tehát én ezt nem is tudtam, nem tudom mennyire vagytok képbe, a Mick Jagger és a, hogy hívják az üveg szemű kedvencemet? Hirtelen az egyik szeme üveg. Deák Bill A lába, te üveg a Dancing in the Street, ezt énekelték ketten. Hölgyeim és Kicsim? uraim, ma kultúra podcastet tartunk. Hát ez, ez hihetetlen. Na mindegy, hogy, a, hogy, én azt hittem, hogy az, az valami közös szerzeményük, vagy, vagy, és kiderült, hogy nem, azt is a 60-as években egy női énekegyüttes nyomta az eredetit, így most szembesültem vele, pedig én nagyon szeretem így visszakeresgetni a, az eredeti előadók eredeti zenét. Na, szóval érdekes volt, és akkor úgy tudod, az emberbe egy kavarognak a gondolatok, hogy, hogy az, az 50-es években, amikor még a négerek be sem a fehérek által használt budira, de gyakorlatilag a rock and roll korszakot, a, a blues-t, a mindenféle amerikai zenei irányzatot nekik köszönhetnek, hogy milyen szemét az ember önmagával, ez, ez maradt meg bennem. Hát ennyi, nem akartam elvenni a kedveteket, csak ez így kikívánkozott belőlem. Hmm. Jó, hogy megemlítetted a podcastet egyébként, mert egy új arszpoetika az Körvonalazódott bennem. Úgy voltam vele, hogy eddig ö, kommenteljen mindenki akar a weboldalra. Most meg, gyerekek, podcast, írjátok oda. Hát nem kell egy sokat várni az első ö, ö, olyan kommentér, ami sehova nem mutatott egy ö, két éves adásnál, mert hogy szomorú, hogy ilyesmikkel töltjük az időnket review helyett, de hogy közben hallom, már a fingásnál tartotok, ez már tényleg a legalja, a magam részéről távozom. Én nem tudom, szerintem azért hát lehet ránk mondani, hogy parasztok vagyunk, de adásban még a büdös életben nem fingott egyikünk se, és ezt a jó szokásunkat meg fogjuk tartani. Szerintem én, én ezzel gondolkoztam, lehet, hogy azt mondtuk podcastban, egy fingreszelés. Vagy, hát, vagy lehet. Nem, nem, nem tudom. De ezt én mondjuk én most én... is fingreszelés, fingreszelés, fingreszelés. Fingreszelés. A részemről kiszálltam. Sziasztok! Ö, viszont ott megint elindult, és ez amit te mondtál, ez a Dunába vizet hordani. Mikor N plusz egy egyszer elolvasod, és most csak a legutolsó kommentet olvasnám föl. Ja nem ezt mindenki túltoljuk, mi is túltoljuk. Tévedés, sokan túltoljuk. Gondolom hallottál az euról és annak egyik legnagyobb vívmányáról, az áruk szabad áramlásáról. Azt ugyan meg lehet tiltani, hogy ki árulhat és ki nem elcigit abszurdisztánban, de azt nem lehet megtiltani, hogy egy másik EU országból magáncélra behozzam. Mivel az elcigi még abszurdisztánban sem számít illegálisnak, így nem is törvénytelen a behozatala. Ha pedig egy ország szembe megy az áruk szabad áramlásának eszméjével, könnyen kötelezettségszegési eljárásban találja magát. Aztán jött még egy ilyen okos, hogy rosszak az infóink, meg valamit nagyon félreértettünk, vagy mi vagy az előttünk szóló, mert hogy ők rendszeresen más EU országból néhány ital különlegességet rendelnek minden gond nélkül, egy nem eu országból is simán be lehet hozni némi cigarettát, mind a szeszes ital, mind az alkohol, jövedéki termék mégis be lehet hozni akkor majd biztos egy elcigi modot vagy kazán nem lehet. Magyarországon csak az van szabályozva, hogy itt csak trafikban lehet árulni, de a vásárlás hely a számla kiállításának a helye. Azaz például egy Szlovákiában működő shopban nyugodtan lehet venni, hiszen ez olyan, mint mintha Szlovákiában vetted volna. Ugyanez igaz egy innen Szlovákiába, Horvátországba vagy bárhová költözött néhai magyar shop esetében is. Azaz, ha ott vannak bejelentve és ott is adóznak, akkor teljesen jogosan árulhatnak neten, amit innen is meg lehet venni. Szóval, jelenállás szerint innen nyugodtan lehet venni egy külföldi webshopból egy cigit, kár ijesztgetned a vásárlókat. Be! Ha. Rossz válasz! Krisztián, kérlek, nem kérlek, felhatalmaz, nem, kötelezlek, nem. hogy válaszolj neki. Mert. És hogy. Tegyük, a... Hozzá, tegyük hozzá, a legstílebb mi az egészben? Mi volt az adás címe? Párásító podcast 23, a trollok köztünk járnak. Hát Hogy mondom járnak. gyerekek, megtaláltátok a nektek való topikot. Komolyan. És egy két éves adásnál kezdünk el ilyenről finget, fingot reszelni. Ugye már megint a fing. Hát már, a, megint a fing a... már megint a fing. megint a fing. Ja, és amíg mondjak egy hogy a büdös kurva na azzal ami lesz, júj, azonnal kikapcsol. Na, szóval ez azért lett YouTube egyébként, hogy on topic váljak, mert ö, beszélgettünk azokkal a srácokkal, ugye Slack-en, és na, én is megnézegetem már. És van, aki ugye az adásban, amit ö, fölraknak a webre, ott be se, hát berakják ugye az RSS, tehát hogyha föl vagy iratkozva, megkapod ö, telefonra, viszont ott az adásban csak YouTube-ot raknak be. És, és a, a kérdőívben volt is egy ilyen kérdés, hogy milyen platformon hallgatod, és én rosszul lettem tőle, hogy a válaszadóknak körülbelül a 70, 76 vagy 80 a YouTube-on hallgat podcastet. Érzitek ezt a csavart benne. YouTube-on hallgat podcastet. Nem ez a platformja, nem erre van kitalálva. Meg egyébként hang meg egyébként ez plusz munkát ad a készítőnek, értsétek a showrunnernek, vagy a producernek, mert hogy még egyszer az MP3-ból kell csinálnom egy videót, vagy csinálni egy videót, na mindegy, Túl lendültem a dolgom, úgy döntöttem, hogy hát a Microsoft Movie Makerbe, ráhúzod a jépeget, és kész a videó. Te hallod? Én, én egy kis kanállal kaparnám ki a szemedet. Milyen Microsoft Movie... Te, neked van otthon Microsoftod? Hogy ne lenne? Hazudt. Mindegy, nekem nincs. Mindegy, nem sok az idő, tehát, mit tudom is, egy rész rendeléssel megvan ilyen 5-8 perc alatt, de tudod lerenderelni, feltölteni, bejelölni? Most akkor azt csinálom... Kitölteni a mezőket. Kitölteni a mezőket, igen, és akkor most azt kezdtem el, hogy amik fönt voltak a weboldalon, azokat elkezdtem kicserélni a beágyazott MP3 lejátszót a beágyazott YouTube-ra, tehát hogyha most már valaki mondjuk egy 1, 2, 3, 10 valahány részt akar meghallgatni, akkor ott már a YouTube lejátszóba fog bele, szaladni. Úgyhogy nem, még azt nem szültem meg igazán, hogy de adjatok tippeket, hogy mi lenne a jó workflow erre, hogy, hogy kitesszük mondjuk az adást csütörtökön, és már abban a pillanatban a lejátszó is YouTube-on ott szólal meg, vagy azt mondjuk utána egy nappal, vagy, vagy, vagy hogy, hogy? Mi nem kérdezzük meg a hallgatóságot erről, hogy nekik mi lenne a kényelmes. Mondjuk ők biztos azt mondanák, hogy mindent egyszerre mindenhol. Persze, és erre jött a Slacken a másik nagyon jó ötlet, hogy hát megosztásnál, nálatok, hogy néz ki? Hát mondom, hogy letesszük a mikrofont, azt utána a másik kettő megy aludni, ahogy néz ki. Hülyék. Nem. Szóval hát ja, erre jó lenne valamit kitalálni, mert ö, mert az viszont, hogyha tényleg azt adja a dolog, és nem abba gondolok bele, hogy most nekem vagy neked, vagy nekünk mi a kényelmes, kényelmetlen, hanem hogyha találunk, és ez a platform, ez Megint egy platformot mondtam. Szóval, hogyha ez a felület szélesebb körbe tudja eltolni a mi, már úgy a mi, hogy az elektromos cigaretta szekerét, hogy beszélgetünk róla, és fölajánlja nekik, vagy földobja nekik, tehát nem kell olyan direkt hittel jönni, hogy én tudom, mit akarok, és vagy rákerestem a, a, mindenféle podcast alkalmazásokban, hanem csak úgy, úgy szörfölget, és egyszer csak beleesik egy ilyenbe. Meghallgatja, és aztán megnézi a többit is. Akkor lehet, hogy ezzel nyerünk valamit, valamennyi embert. Ja. Vagy olyan, hogy csinálok mp 4 belőle, hogy azzal ne tesz a szője. Hát ez zseniális. Jó, ezt a workflow-t, ezt kidolgozzuk akkor, hogy... Jó, bedobom a Movie Makerbe be ráhúzom. <laughs> Épp... <laughs> nem, nem, szóval, ilyen korbár azért én se vagyok. Igen. Hogy, azon gondolkoztam még, hogy FFMPEG-gel valamit, de nem volt kedvem szórakozni vele, hogy az lett volna a legegyszerűbb, hogy egy folderbe bedobom, meg van skriptelve, és akkor a végén kiköp nekem 50 ugyanolyan ö... formátumú fájl, de most már azzal sem szórakozok, hogy megvagdosom, tehát az egész anyag fölkerül majd. Az, e az első pár epizód az nem, ott ott van a végén, 40 valány perc után, hogy vége, és akkor menjen föl a, a csatornára, de a, a többinél többinél már a teljes anyag fönt lesz. Úgyhogy így gondoltam, hát ha nagyobb réteget megszólítunk, mert tényleg nézegettem más srácok csatornáit, akik, mit tudom és én, van 11 adásuk, és fiúk meghallgatják egy adást, meghallgatnak egy adást 1800 2000 2500 -a. IT téma persze, de, de, van már, mit tudom is én, több ezer feliratkozójuk. Ha csak ennek egy, egy kis szeletét tudnánk mi úgy meghasítani, hogy, 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 hogy valami mérhető embermennyiség ismerkedik meg a dologgal, akkor már jól jártunk vele szerintem. Úgyhogy ezért most már valahogy 50 környékén jár a feltöltés, hogy nem menje mindenkinek az agyára, hogy már Lackó Attila mondta, hogy 6 szor a telefonom egy nap alatt, 6 szor. mondom, akkor jó, ezek után minden nap fog még egyszer, és akkor minden napra egyet beidőzítettem, mert gondoltam, hogy hetente két rész, de sose érjük utol magunkat, kiszámoltam egy részszel, tehát napi egy körülbelül három hónap, hetente két résszel hét hónap, és Várjál, nem, két naponta egy rész az hét hónap, és hetente két rész pedig ö, több, mint egy év lenne. Úgyhogy ö, maradnék ennél, hogy egy nap, egy epizód a régiek közül, utolérjük magunkat, és akkor utána mindig toljuk majd az aktuális aktuálisat. Ez ilyen kis behind the scene volt, hogy mi fog a háttérben zajlani. És még tulajdonképp semmit nem daráltunk le a kurva adásmenetből. Nem, és én még nem is reflektáltam a külföldről rendelésre. Igen, Ren de úgy gondoltam a reflektálást, hogy odaírod neki. Ja. Ja, jó, ja. Akkor ja. adjál, adjál majd URL-t. Uh. Jó, igen, végül is tényleg a tisztelt hallgatóinknak nem kell 40 egyszerre is elmondani, hogy ez nem így van, mert pont elégszer hallhatták. Úgyhogy akkor majd odaírom, csak adj URL-t, vagy majd megkeresem. Nem, bedobtam. Jaj, oh, hova dobtam? Köszi, van, be? Ben van? Oda, meg van, Zsír, megvan. zsír, raj. Egyébként mi történt veletek? <laughs> Mindig föl fogom vetni ezt a, ezt a mostanában ezt a, ezt a podcaster, podcastes témát, mert ők is mondanak nekünk nagyon jókat, olyant is, amit mi már kipróbáltunk előtte platformokat. Némelyik egyébként a szívét fogta, mikor, mikor, Neked van preampod, meg hardveres rögzítés, meg. Hát ez nagyon durva. Szerintem te vagy egyedül Magyarországon podcaster, akinek ilyenje van, de mondjuk tényleg kurva jó a hang. Hát mondom. Ez dobta a gép, és természetesen a patreonjaink. Köszönjük nekik. Ezúton is szeretnénk megköszönni minden támogatónknak, hogy hétről hétre segítik a munkánkat. Nélkületek is menne, de lényegesen nehezebb volna. Ha nem tudod esetleg, miről beszélünk, olvasd el a notes-t, keresd a narancssárga patreon téglalapot, és kattints rá. Még egyszer köszönjük. 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 És akkor menjünk tovább a, a, az adásmenethez. 40-50 percnél járunk most finoman közlem. Minek beszéljünk az adásmenetről. Ja, az csak a gyengék hobbi, tudod, adásmenetből. Képzeld, 50 percet elbeszélünk a... Fú, majdnem azt mondom, hogy semmiről, de a filmről, meg, a, meg az ilyen-olyan dolgokról. Ja, szóval... Hát ö... igen, volt téma. Ha nem Úgy is... Úgy olyan rövidek voltunk, úgyhogy... É, bocsánat, hogy közbe vágtam. Ha nem is megkeresés, de Fifika, tudod, mindig, mindig mondtad, hogy ez a... Ez a ö... Szabó családféle ö, hangjáték itt mindig eluralkodik a podcasten. Na, ott a showrunnerek között ez fölmerült, hogy az egyik szeretne csinálni egy ilyet. Benne lennénk-e többet magunkkal, hogy a podcasterek csinálnának egy ilyet, hogy ilyen hangjátékkal. Hát mondom, gyerekek, én vagyok a ti emberetek. Megtaláltatok. Úgyhogy ö, bele kell ugrani valami ilyesmibe, és, és skifi vonal lesz. Azt már egy picit elszpoilerezhetem neked, Fifika. Az, az oh, érdekes. Stop, oh, stop. De várjál, várjál úgy, hogy a történetet is mi írjuk. Az érdekes, oda akartam kiukadni, hogy a... Nem tudom, hogy megvan-e a könyvkiadó, de a valamikori, vagy a mostani is, a Kerubion könyvkiadó igazgatója, az például fantasy szerepjáték mesélő volt. Tehát nem tudom, mennyire ismered ezeket a szerepjátékokat, ott mindig van egy mesélő, aki viszi a történetet. Aki nézett és, már Big bang az tudja, hogy miről van szó. Na, és a több, többiek pedig játszanak. Tehát szerintem ezt is össze lehetne így hozni. Egy ilyen, sőt, lehetne ilyen sónócot a vázat föl építeni, mindenki beírja az ötletét, aztán utána. Egyébként a, szerintem Ezekkel a legnehezebb dolog az, hogy a világot föl kell építeni. Tehát el kell helyezni térbe, időbe, és de ut 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 utána már nincsen vele probléma, csak a vázát kell jól megalkotni. Érdekes, érdekes challenge-nek tűnik. Egyébként. De, na, na, és a legdurvább, a legdurvább fiúk, hát mi? Az, hogy fölmegyek oda, és az az ember, aki meghívott oda, Uh, XY-nak nevezzük. Azt én, én nem tudtam hova rakni, podcaster meg csinálja ezt, meg azt a podcastet, és mikor rám a Slack-en, hogy ah, hello kolléga, hát tudod, hogy podcaster kolléga, meg tudod már, ez ilyen belterjes dolog. Kolléga. Tudod. És soranerek így egymás közt így szoktuk. <laughs> nem. Kiderült egy nappal később, hogy tényleg kollégák vagyunk, <laughs> és az is kiderült, hogy nekünk, hát ha nem is vérre menő, de volt egy olyan beszélgetésünk, hogy egymásra csaptuk a telefont. Hogy már pedig az úgy van, nem úgy van. E, e, boom. Jó, akkor ennyit a beszélgetésről. És tudod, mondja, hogy tudod, múltkor mi vitáztunk valamin, és akkor, akkor, röhögő smile. Ha várja, mondom, megnézlek a telefon, hogy e, meg meg tényleg te voltál mondta, hogy van még, valaki, van még valaki egyébként itt, aki szintén cégcsoportos. Hát mondom, gyerekek. Te vagy az, a neved fellajos. Igen. Az jutott eszembe, Charlie, hogy így meglepetésként behívhatnád Andort. Hova? Hát a Podcast? Showrunnerek közé. Igen, showrun. Figyeljetek, én meg hoztam magammal egy legionrunnert. Íme! <laughs> és Andor, Andor csak ennyit tud így, Andor körbenézne geció igen ezt akartam mondani, hogy körbenézne na, hát Gecio társaságba kerültem basszátok meg így Le lerontaná a hangminőséget, kinéznék de olyan jó végre olyan emberekkel beszélgetni akik ő, értékelik azt hogy, hogy EQ hogy noise gate hogy nem zörgünk adásfelvétel közben, bár most valaki elküldött egy hangmintát, és most ezzel mit kezdjek? Nézd meg, mikor eszi a chipset zacskóból adás közbe. Hát mikor máskor? Na, szóval nem vagyok én veletek egyedül ezzel. A másik azt mondta, hogy szöges, szaros korbát csak én csapkodni titeket, és akkor megtanulnátok. De mondtam, hogy nem mm -hmm. vagyok én olyan gyerek, hogy ilyen, ilyen eszközök mm -hmm. ezt folyamodnék. Krisztán, azért, azért, ennek az ellenszerét csak megtaláljuk előbb-utóbb ezt a szöges szaros korbács, majd kitalálom. Mi, mi, mi legyen Én már az tudom, hogy ilyen nyúzott birka teríteni a vállatokra. Megdobálunk birkával. Bele, belevarjuk Csárlit egy frissen nyúzott birka bőrébe, aztán meg lesózzuk. De azt hittem, azt mondta, hogy lelocsolsz, azt kibaszol a napra. Ne, hát lesózlak, azt kibaszlak a napra. Gyakorlatilag ennyi. Egy úriember nem csibész. Ja. Ah. Na, de valamit a sónozból is nyomjunk már be. Mindegy. Figyelj, figyelj, azért, azért, mert te ezt bespoilerezted múlt adásban, tehát hogyha most nem adjuk ki, akkor utána hitelünket veszünk. Szószegők leszünk. Igen. Jó, rendben. Krisztián, első nagyon, ö, ö, hogy mondják ezt, nagyon népszerű téma, kapu a szexhez. Nagyon érdekes cikket olvastam online, a magyar online sajtóban, és semmi köze nincs az elektromos cigarettához, viszont nagyon-nagyon sok köze van a fura puritán emberekhez, akik valamiért nem bírják elviselni, hogy mások jól érezzék magukat. Arról szól a cikk egyébként, hogy egy vállalkozó azt tervezte, hogy ártalom, nyilvánvalóan ártalom csökkentési célból, gumiószer automatákat telepítene iskolákban és voltak, akik ezt üdvözölték, de természetesen megjöttek mellé azok a vélemények is, akik azt mondták, hogy idézem, egy ilyen automatának semmi keresni valója egy iskolában, egyrészt azért, mert nem kell biztatni a gyerekeket, hogy minél előbb kezdjenek el szexuális életet élni, Másrészt nincsen úgy, hogy furán van megírva ez a cikk, és egy ilyen automatának inkább szórakozó helyeken, fesztiválokon vagy gyógyszertárokban lenne a helye. És ez... Itt középiskolákról beszélünk, tehát 14 és 18 év közötti gyerekekről. Én nem tudom ti, hogy vagytok vele, de ha visszagondolok a saját akorabeli kamaszkoromra, hogy nem kellett engem biztatni, meg a korosztályom egyik tagját se külön, hogy megpróbáljunk szexuális életet élni. Egy olyan korú kamasznak nagyjából minden napja erről szól. Sőt, és, 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 és én, én, nem is értem, hogy miből gondolja valaki, hogy ez az, amivel viccelődtem annak idején, hogy ha a, a málnás e, e a gyerekeket a dohányzásra ösztönzi, akkor mi van a málna ízű óvszerekkel és ezekkel? Az szexfüvé, szexfüggővé tesz, vagy valami? És én ezt vízből mondtam, de itt van basszus, feketén fehéren vannak olyan emberek, akik azt gondolják, hogy ha meglobogtatnak egy automatát a tinédzserek szeme előtt, azzal arra biztatjuk őket, hogy minél hamarabb kezdjenek el szexuális életet élni. Ember! Nyisd ki a szemed, el körbe, szexuális életet élnek a kamaszok, és Mit csináljanak? Ne használjanak a Idióták. Tehát tényleg. Mondjuk ennek pont a, a, az ellenkezét bizonyítja az annak idején a, hihetetlen sikeresnek kikiáltott, és egyébként az is volt az úgynevezett tűcsere program. Ami már nincs. Ami már nincs. De emlékeztek rá? Igen. Hogy nem, hogy nem? És az teljesen... Kocsis is Máténak köszönhetjük, hogy megtorbedózta például a 9. kerületben a Tücsereprogramot. programot. Bocsánat, igen. És az teljesen jól működött, amíg működött. De igazad van, mert inkább dögöljön meg mindenki fertőzésben, mint hogy arra biztassuk őket, hogy, hogy kábítószert fogyasszanak. Én erre határozottan emlékszem, volt az az idős hölgy, aki a, az orvosok az ártalom csökkentésért nemzetközi valamiből jött, és Varsóban előadott, és neki pont erről szólt az előadása, ártalom csökkentés, és párhuzamot állított a, a dohányzás ártalom csökkentése és a vénás droghasználat ártalom csökkentése között, és gyönyörűen lehetett látni ott a statisztikákból, hogy azok a felvilágosultabb országok, akik nagyon korán bevezették ezt, hogy tücsereprogramok, metadonprogram, stb. stb., hogy ott olyan brutális mennyiségben visszaszorult a vénás droghasználók körében például az étsz terjedése, hogy szinte már nincs is, egészen-egészen alacsony százalékban van. Ezzel szemben ott voltak azok az országok, mint például Oroszország, ahol kriminalizálják és nem létezik az ártalomcsökkentés, hogy Oroszországban akkoriban jött a hír, hogy regisztrálták az ezredik étszelfertőzött fertőzött intravénás, ezredik, egymilliómodik, bocsánat, egymilliómodik étszelfertőzött fertőzött vénás droghasználót. És, 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 szemlátomás látszik belőle, meg hát tényleg ő 20 éve ezzel foglalkozik, hogy ég és föld a, a, a különbség, és persze droghasználó marad, de ha már valami hülyeséget csinál, legalább a szövődményeibe, a járulékos problémákba ne dögöljön bele szerencsétlen. Erről szólna az csökkentés, ugye? Hát egyrészt, másrészt meg uh, szerintem olcsóbb kicserélni egy tűt, mint aztán éveken keresztül uh, kezelni valamilyen krónikus betegséggel. De nem. De más valamiért egyes emberek fejébe az van, hogy nem. Nehogy segítsünk rajtuk. Ja, igen, itt volt még egy ilyen mondat, ezt most láttam. Sokuk szerint felháborító, hogy be akarja vinni a szexet az iskolákba. Hát nem ezt fogja bevinni. Tehát mikor a, nekem a feleségem még általános iskolában tanított, akkor ők nyitottak rá. Hogy is van ez a, az osztály, várjál? Igen, ilyen 8-9-es gyerekekre, meg még fiatalabbakra is, fiúk-lányok reggel óra előtt bent. Na, hát. Pedig nem volt ő automata a falon. De akkor tiltsák be az olimpiai faluban is? Ha. Ha hogy van ez? Hát igen. Ahogy mondott Charlie, a szex. Mióta a világ a világ, ben van az iskolákban. A különbség az, hogy be akarjuk vinni a biztonságos <szex> szexre való nevelést, vagy sem. Igen. Jó, hát ezekkel a puritán fura emberekkel nem nagyon lehet mit kezdeni, azon kívül, hogy így megsimogatod a fejüket. Jó, menő, le egyes szín. Hát egyrészt, másrészt pedig azon elgondolkozhatnának, hogyha mindenki ilyen hülye lenne, mint ők, már rég kihalt volna az emberiség. Hát Is. igen. Na jó van, pörögjünk, hogyha kifulladt ez a téma, mégpedig oda, ahol illegális az ellékvitt törvény, és korrupció gyanúja miatt nyomoz a f b Azaz FBI. Indiana államban, ugye? Bezony, ez az Egyesült Államok Indiana állama, ahol még az FDA szabályozást megelőzően egy nagyon-nagyon fura és érdekes szabály született az e-liquid forgalmazását és gyártását illetően. Ott azt találta ki az ottani nagyokos, most a neve nincsen hirtelen előttem, de az ottani szabályozásért felelős úriember egy olyan rendszert alkotott, ahol nagyon szigorúan elő volt írva, hogy miknek kell megfelelni nem a gyártónak, hanem annak a biztonsággal foglalkozó, gyártásbiztonsággal foglalkozó cégnek, aki auditálja majd a likvid gyártókat. Hogyhogy hogy nem, Magyarországon számunkra ez viszonylag ismerős dolog, egyetlen egy cég volt, aki ezeknek a kritériumoknak megfelelt. De és érdekes! És mindenkinek ennél a cégnél kellett, megpróbálni beminősítetni, illetve bevizsgáltatni a gyártási folyamatait és ezt az egész kódszerájt. És egészen bizarr előírásokat, vagy dolgokat kötötte ki, kellett lenni egy olyan alkalmazottnak, aki minősített, hogy hívják, mi ez lakatos, a, az Amerikai Lakatos Szövetség által legalább egy éve minősített lakatosnak kell lennie. Akkor kellett egy olyan alkalmazott, aki legalább egy éve a cégnél dolgozik, és a építészeti hardware konzultás minősítéssel kell rendelkeznie az ajtó és hardware intézettől, ajtó és berendezés intézettől, akkor kell... Ez már ilyen angol, az angol humor határait súrolja. Eg egészen, egészen. Két forrása, uh, kutya a írta. De tényleg olyan? És még itt nincs vége. Kell egy olyan ember, aki hogy van legalább egy éve a cégnél dolgozik, és a gördülő acél, uh, gördülő acél tűzszakasz ajtó technikus minősítéssel kell rendelkeznie, a Nemzetközi Ajtószövetség által kibocsátott tanúsítványjal, vagy minősítéssel, vagy a ajtó értékesítő intézet és akkreditációs központtól. Tehát, hogy ilyenek. És neki mentek természetesen ennek a szabályozásnak a bíróságon. Volt az a másik oldalon van, úgyhogy nem látom, de valami olyan pitty, pitty is volt, hogy ennek ellenére az emberek megpróbálták a kis vállalkozásukkal oda menni, és csak érdekesen valakivel kapcsolatban, össze, kapcsolatban összehozható, vagy kapcsolatban hozható cégek kapták meg ettől a szuper cégtől a, a minősítés, és a természetesen bíróságra vitték az ügyet, ott összeállt néhány likvidgyártó, és a bíró ki is mondta, hogy hát ez, ez a jogszabály, ez így nem, és nem igazán érti ő sem, hogy egy acélból készült, gördülve, záró, tűzszakasz ajtóhoz rendkívül értő ember mennyiben befolyásolja valakinek a béli gyártói minőségét és megbízhatóságát, hogy az lesz a levesekben, amit ráír. Úgyhogy, úgyhogy értetetlenek találta ezt az egész dolgot a, a, a bíró is, és megsemmisítette ezt a, a, a szabályozást. Viszont annyira furák voltak ugye hát ez az egész körülmények, amiket itt most felsoroltunk, hogy elkezdett érdeklődés mutatni az FBI, és elkezdett nyomozni, hogy Esetleg nem lehetséges, hogy valami korrupció gyanús dolog is közrejátszott abban, hogy egy ennyire nem, abszurd szabályozás született meg. Kizárt dolognak tartom. Úgyhogy most itt tartunk, a szabály megszűnt, és a szabály körüli emberkék után nyomoz az FBI, hogy megnézzék, hogy ez, ez, ez mégis ho hogyan születhetett meg egy ilyen dolog, mert ez nagyon bűzlik. ilyenkor mindig megkérdezném a, a jogalkotót, hogy tessék mondani, tehát, hogy milyen zsebkönyvet vett elő, amikor ezt így, így csak nem a rokonai név sorát. Tehát. Bocsánat, elbomultam, mert közben átlapostam a másik oldalra. Igen, igen, az volt, képzeljétek el, hogy ez a szuper bevizsgáló cég, ez az egyszem szuper bevizsgáló cég, akit alkalmasnak találtak arra, hogy ezt intézze, 6. ismétlem, összesen 6 darab gyártónak adta ki a likvid gyártási és forgalmazási engedélyt, a töménytelen sokból, ugye minden sarokra jut jóformán egy levesgyártó az Egyesült államokba. És, és, és mindenki más pedig összeállt a pertársaságba, és neki mentek ennek. Mert hogy a, a hat cég, Jó. aki meg megkapta az engedélyt, ők meg gyanús, fölöttébb gyanús, hogy megpróbáltak e, együttműködni, hogy más meg ne kapjon ilyen engedélyt, és monopolizálják a piacot, vagy felosszák a piacot. Nagyon, nagyon vad. Itt nevetünk rajtod de igazándiból, de ez nagyon durva. Jó, de legalább esélyük volt arra, hogy, hogy igen. ezt így lerendezzék. Hogyha már itt a. a... A hülyeség meg a, meg, a, meg a síbolás került témába. Ez nem egy és nem semmi hasonló, csak ö, adatigénylés ö, témában felmerült, és nagyon frappáns válaszok voltak. Szerintem te is tőle kaptad a válaszaidat ez idáig, mint a magyar kétfarku kutya ugyanis megkerestem a <laughs> magyar idők, olvastad? Igen, igen, igen. Mivel hollapjukon egyéb elérhetésünk nem található, hányan adományoztak eddig az MKKP kampányára? Válasz, körülbelül 40 millióan küldtek eddig pénzt. Hány forint volt a legnagyobb összegű adomány? 71 forint volt a legnagyobb összeg, amit kaptunk. Érkezette adomány Egyesületől, Alapítványtól, civil szakmai nonprofit vagy bármilyen más szervezettől? Igen, a CÖF és a Fidelitas küldött, de sajnos vissza kellett utalnunk, mert a párt törvény alapján párt csak magyar állampolgároktól, magánszemélyektől fogadhat el pénzt. Amennyiben igen, melyik hány forint? A cövtől 410 millió, a fidelitas 72 milliárd? Helyén valónak tartják, hogy kampányukban elbagatelizálják az Európát sújtó migránsválságot, amit pártállástól, az arra adott válaszoktól függetlenül mindenki elismer, és ez egyik legnagyobb megoldásra váró feladatnak tart? Rossz kérdés. Mikor és miért döntöttek amellett, hogy a viccesnek szánt üzenetek mellett egyértelműen érvénytelen szavazatok leadására buzdítják a szavazókat? 2003. január 47-én reggel 5 óra 11 perckor. És sírtam. Vajon lehozza a magyar idők? Figyelj, ha tökösek, lehozzák. Hát, ez kurva jó azért. volt, hallod. Fidelitasztó 47 milliárd. Ennyi legnagyobb 71 forint volt. Na menjünk tovább, fiúk. Őrültek. Ki van szürkítve, és a másik nagyon-nagyon mainstream téma, amit belengedtél, az már pedig bizony a hűtőgép, mint ártalom csökkentő eszköz. Igen, az ártalom csökkentés, mint olyan, ugye, az nem egy új keletű dolog, és néha véletlenül is tört. David Swinner egy cikkét olvastam, az elcigiről szólt a cikk alapvetően, mint népegészségügyi áttörés az e és olvasom, 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 és egyszer csak így átsap az egész egy ilyen kis történelmi áttekintésbe a, a hűtőgépek, lakossági hűtőgép használat elterjedésével kapcsolatban, és én nem tudtam, hogy ez így volt, egészen durván megdöbbentem. Arról van szó, hogy míg már a, a Olvastam azóta egy másik témával részletesebben is foglalkozó cikket, úgyhogy lehet, hogy olyat is fogok mondani, ami pont ebbe a cikkbe nincsen benne, mert egy kicsit átfedésbe van a fejembe, de nagyjából arról van szó, hogy valamikor a, a, a 900-as évek század fordulója környékén, ugye azelőtt nem sokkal ö, kezdett a cigarettagyártógép terjedni, és előtte igazából az emberek tubákkal, meg ilyesmivel fogyasztottak dohányt, mert a sodrott cigaretta elképesztően brutálisan drága volt, kézzel sodorták. És pont emiatt, mert hogy az emberek nem használták a, a sodrott cigarettát, nem sodrott cigarettát szívtak, hanem másképp fogyasztották a, a, a dohányt, ezért a dohányzás miatti tüdőrák, meg olyasmi, az egyáltalán nem volt túl gyakori jelenség. Ezzel szemben akkoriban a századfordulón, nagyon-nagyon-nagyon gyakori volt, a leggyakoribb ö, rákos, rákokozta halálozási ok, az a gyomorrák volt, mint olyan. És ö, Elkezdett terjedni a cigaretta sodró gépekkel, olcsó lett a, a, a sodró cigaretta, az emberek már meg tudták fizetni, elképesztő módon elkezdett terjedni ez a történet, és ugye ebből kifolyólag elkezdett följönni a dobogón a, a, a tüdőrák, mint olyan. Viszont ennek a fordítotja történt a gyomorrákkal, ugyanis azzal, hogy a lakosság elkezdett hűtőgépeket vásárolni, és jóformán minden háztartásba jutott egy hűtőgép, totálisan átalakult az, a, a, hogy milyen minőségű és ö, ö, milyen fajta ételeket esznek az emberek. Ugye sokkal tovább eltartató volt, frissebb maradt a zöldség, az emberek elkezdtek több zöldséget enni, mert már frissen lehetett tartani, teljesen átalakította a hűtőgép igazándiból a, a, a táplálkozási kultúrát ebből a, a szempontból, és ennek az lett a vége, hogy egyszer csak egészen szolid mértékre szorult vissza a gyomorrák jelensége a lakosság körében. Jött egy forradalmi új termék, elterjedt, és egy korábban brutális mennyiségű életet követelő rákos megbetegedés abszolút a, a perifériára szorult. És ezzel állít David Swinner igazából párhuzamot, hogy pont ugyanez a potenciál van benne az elektromos cigarettában is, hogy simán lehet, hogy ugyanígy a perifériára szorítaná, hogyha megfelelően terjedhetne a mostani rendkívül szomorú és kellemetlen tüdőrákos statisztikákat. Szóval tudjunk róla, hogy mekkora elképesztő nem várt adományt adott az emberiségnek, járulékos adományt a hűtőgép, mint olyan. Én egészen megdöbbentem, amikor ezt elolvastam, nem tudtam, hogy ez így volt. És ilyenkor döbben rá az ember, hogy már pedig ezek, akik azt mondják, hogy mert a hűtőgép nem jó, vagy mert a Elektromos cigaretta nem jó, ezek egyszer meg fognak bukni. Meg fognak bukni, igen. Ez én szúrtam be, mint egy ilyet. Néhány ilyen gondolatom támad, de ma megint sokat fogok beszélni, és az emberek elalaszanak. Ébresztő! Szombaton ezt is még, voltam. Ezt ugye, is az... álmosítóan mondod. Még ha, hogy ezt is, 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 is mondja, is is is, mondja is, hogy ezt, <laughs> ezt, e... Szóval gond, beszélgettem nagyon sok kedves gőzlér kollégával az elektromos ellenállós kis találkám, és, és egyszer csak megvilágosodtam ott, ott beszélgetés közben. Beszélgettem egy úriemberrel, aki mesélte, hogy május 20-a óta a környezetében körülbelül 10 embert állított át gőzölésre a dohányzás helyett. Találkozhattam ott egy hölgyel, akit csak online, Facebookon ismertem előtte ő rám írt május 20-a után, hogy ő szeretne elektromos cigarettát, és hogy mit tudok ebben az áldatlan helyzetben javasolni neki, és akkor elirányítottam, hogy melyik az a dohány volt, ahol, ahol utána tud nézni, és most ilyen úszkve három hónap után végre személyesen is összefutottunk, és mesélte, hogy már egy pikóval, meg egy nagy kazánnal szaladgált, kiderült, hogy már magának kever tehát ilyen abszolút advanced elektromos Elektromos cigaretta felhasználóvá nőtt ki 11 hét alatt, és egyrészt nagyon-nagyon büszke voltam rá, hogy ez így sikerült, meg hogy nekem is egy picit benne lehetett a kezem ebbe a, a dologba. Ő pedig azt mesélte, hogy ő mind abszolút kezdő elektromos cigaretta használó. Május 20-a óta az ő környezetében meg négy ember állt át gőzölésre a dohányzás helyett, és akkor így. A korábbi gondolatokkal, hogy, hogy, hogy nem, nem, egész egyszerűen kim van a, a, a szellem a palazsból, azzal analóg módon így belém csapott a felismerés, hogy basszus, teljesen e, e, halára van ítélve ez az egész e, szabályozós és a szabályozással az elektromos cigaretta terjedésének a visszaszorítása és, és, és ellehetetlenítése, mert Igazából mit tudnak szabályozni? A gyártókat tudják szabályozni, a forgalmazókat tudják szabályozni, és lehet, hogy tényleg annyira sötétek, hogy azt gondolják, hogy attól terjed az elektromos cigaretta, mert ezek a nyomorult forgalmazók és gyártók nyomatják ezt. És, és leesett nekem a két fillért, tehát így, így nagyon nem gondoltam át ezt így teljes mennyiségében, de hogy akkor így összeállt a kép, hogy, hogy ez tök hülyeség. Az elektromos cigarettázás mindig is szájhagyomány útján terjedt. Láttad neki, hogy működött, ha korábban nem hittél neki, akkor basszus, sikerült, hát akkor ne, hadd próbáljam már ki. Én is megkipróbáltam a kis azért készülékedet, stb. stb. És Tőlünk a, a terjedésének a, a, a legnagyobb hátszele, az mi vagyunk az elektromos cigaretta használók, és minket viszont nem tudnak leszabályozni. A szánkat nem tudják betömni, pontosan látják a kezünkben, a dohányos meg fogja kérdezni, mert a dohányosok többsége mindig valahogy meg akar szabadulni a cigaretta cigarettafüstől, stb. stb. És akkor egy, egy, egy ilyen nagyon jó érzés töltött el engem, hogy basszus, ezek teljesen rossz nyomvonalon haladnak, mert nem ebben van a lényege, mint amit ők próbálnak tűzzel-vassal írtani, hanem bennünk a felhasználókban az egyszeri volt dohányos elektromos cigaretta használóban van a lelke ennek az egész dolognak, és minket meg nem tudnak eltüntetni, nem tudják befogni a szánkat. Ez. Erre lukattam urak, nem tudom, mit gondoltok. Olyan jó hallgatni egyébként az optimizmusodat, de tényleg. Tehát így ilyenkor mindig én is így belelkesülök. Van abban igazság, amit mondasz természetesen, de hogy, hogy egyet viszont tudnak tenni, hogy megkeserítik a, a kis életünket. Hát igen. Azért látod csak ilyen vidáman, Krisztián, mert ö, megvan az XP-t hozzá, hogy, ö, hogy legyen folyadékod, ö, meg egyébként is, de most te gondolj bele, hogyha a, mit tudom is, én a vásárlóknak a, nem mondok sokat, a 80%-a nem fog semmi olyannal szórakozni, hogy likvid keverés, meg milyen készülék, hanem megvesz egy eldobhat, tehát eldobhat tehát egy, egy egót mondjuk, és, és azt használná, de de az első adandó alkalommal mikor nehézségbe fog ütközni, vagy például ott, amit múltkor beszéltünk, hogy ahol illegális még otthon is a vépelés, az vissza fog szokni a cigarettára, mert az lesz az egyszerűbbik alternatívája a dolognak. Tehát azért ahhoz bőven vastagon kell elhatározás, hogy te ezt challenge-nek éld meg, hogy már pedig én most elindulok, és akkor likvid nélkül meg se állok, vagy amíg nem lesz nálam likvid és, és azok, ahogy most kinéznek, hogy, hogy, hogy milyen jövedékiadó, meg, meg, milyen szabályozások, meg kit akarnak el lehetetleníteni, én már, én már, azon is gondolkoztam, hogy, hogy először így beterelünk mindent a trafikba, aztán mikor már benn van, és leszűkítettük a kört, a, már kidühönték magukat a nagypofájúak, akkor utána még itt is húzunk egyet a nadrág szíjon, aztán, aztán majd már a kereskedőnek nem lesz kedve semmit árulni, és aztán majd ez a kevés elégedetlenkedő meg eltűnik a balfenéken szép csöndben. Szerintem nem így lesz. Én e, e, tényleg, tehát a, a, a minden nehézség ellenére, tehát pont ezért tettem hozzá, hogy akikkel beszélgettem, hogy már május 20-a után, amikor már hetekig minden bizonytalan volt, baromi nehéz volt megtalálni, hogy akkor most hova kell menni, miért kell menni, meg ilyesmi, hogy mindezek ellenére is, és jönnek egy, tényleg egy, na, most, nem, majdnem azt mondtam, hogy korosabb, de hát, hogy, de a legnagyobb tisztelettel értem, tehát egy korosabb hölgy a, az ő, ő, ő korosztályára nem annyira jellemző bevállalósággal, mégiscsak elkezd magának keverni, és, és, és így, tehát, hogy, hogy azért, mint amikor a hó alól kibukkan a, a a Ezért a mondtam, hogy ez a, ez a, ez a 100 százalékból mondjuk a 20%, aki ezt csinálja, Krisztián, beleszáll Persze... egy ilyenbe. Persze, persze, de hogy, hogy én, én meg azt érzem, hogy amit ők szeretnének, hogy ez itt tűnjön el, mint a soha nem is lett volna, mert ezt próbálják kvázi elérni, hogy legyen egy rettentő perifériális valami az elektromos szigarettázás, vagy még jobb esetben tényleg tűnjön el a fenébe, hogy ez, ez, ez nem fog menni. Ameddig ilyen emberek vannak, akik bevállalják, népszerűsítik, terjesztik a hírét, és, és boldogan és őszinte mosolyjal tudják vállalni, hogy bakker, tényleg ez működik, addig nem tudnak minket kiirtani, és ha nem tudnak minket kiirtani, akkor belassítani átmenetileg. Belassíthatják, de két, két, feszünk, két, két, gondolatot fűznék hozzá ez a május 20-a után. Azért lássuk be, hogy május 20-a után egy csomó olyan ember találkozott -e egy cigarettával, aki eddig csak hírből hallott róla. Május 20-a után került legközelebb a, a magyarországi e történetében a, a dohányos az e és én azt természetesnek tartom egyébként, hogy, hogy május 20-a után nagyságrendekkel több ember foghatott a kezébe elektromos cigarettát, mint eddig tehát ennek van egy ilyen hozadéka is és azt gondolom hogy ha nem ha nem úgyis 18-as karikában vagyunk hogyha nem baszogatnák ezt a piacot hanem megelégedtek volna azzal hogy oké okay, trafikba tesszük mert ez még egy mondjuk az ő szempontjukból nézve egy védhető álláspont, hogy kiskorúak, meg olyan helyen legyen, meg alala, De hát a törvénykezés további történetéből meg az látszik, hogy hogy még, még a trafikosokkal is ki akarnak uh, uh, szúrni, mert ha kiveszik az ízesítést a likvidből, ha ha ehhez a horribilis 475 ezer forinthoz kötik minden egyes e-cigarettának, likvidnek és alkatrésznek a bejelentési ö, ö, díját, akkor az egyértelműen látszik, hogy itt ma Magyarországon jövő május 20 után csak tényleg mutatóba lesz e-cigaretta trafikban. Hát az, amire utaltam az előbb, ez a Stage 2, a második fázis. Van -e egy cigarettájuk? Nincs, de fényképet tudok róla mutatni. Az Andor küld a Skarabeuszról. Igen, van neki több példány. Nagyon exkluzív. De aki elfelejtette, Érdekes. hogy miért, bocsánat, mert ezen nagyon jót kaptunk, de aki elfelejtette, hogy miért, mert valaki egyszer kérdezte Azért. az egyik csoportban, hogy nem tudna valaki elküldeni neki egy karabeuszt, hogy ő letesztelni, és mondta Andor, hogy de Persze, te el tudom küldeni, szívesen elküldöm. És ö, csinált róla egy fényképet, beszkennelte, és egy fénymásolt papír egy skarabeuszról egy fénymásolatot elküldött neki, de úgy, hogy ezt ő természetesen ultra-hipertitokban tartotta. Majd mikor megjött a gyerek a topikba, hogy te rohadt köcsög! Szóha... Nem, nem, nem ne, ne feledkezzünk erről, hogy mi volt a képre írva ez az én... Ez a kedves... Szere. nem, kedves Gavron, nekem sajnos nincs karabeuszom, de ha lenne, így néz neki. Hű barátod, Andor. Igen, hű barátod, Andor. ja, úgyhogy ezért nevettünk föl itt, hogy ő nagy, üzemben tudna karabeusz küldeni bárkinek. Szerintem tökre kedves fiú ez az a Andorka. Már sorozatgyártásba helyezheti bármelyik pillanatban. Igen, sőt, tulajdonképpen bármelyik módról tudna ilyet küldeni. akkor a portfóliója van, hogy beszartok. Öh, mielőtt elfelejtem, érdekes gondolatot pendítettél meg a fejemben, Fifika, hogy, hogy miről szólt az az egész szabályozás az elektromos cigaretta környékén. Ugye arra próbálták fogni, hogy trafikba kell mennie, hogy a fiatalkorúak ne juthassanak hozzá, mert valami, meg ugye nem szabad ott használni, ahol dohányozni sem lehet, mert hogy a nem dohányzók, és a többi, és a többi. Tudjuk, hogy ez mind bullshit, baromság, meg ilyenek, de ez meg még olyan intézkedések, amiről mondhatjuk azt, hogy jó van, elhiszük, hogy tényleg ennyire a barmok vagytok, oké. Okay. Ha tényleg ezt gondoljátok, de hogyha valóban ez a kettő dolog lenne csak mögötte, hogy ők tényleg buták, de jót akarnak, akkor, akkor viszont sehogy sem fér bele ez a többi. Miért is kéne az ízesítéseket kivenni belőle? Ettől me, mennyivel lesz jobb a nem dohányzónak, aki már amúgy sem találkozik vele, meg a fiatalkorúnak, aki amúgy sem találkozik vele? Tehát mármint a, a törvény betűje alapján, ugye a szándéka szerint, hogy, hogy, hogy a, miért is kell a semmiért 475 ezeret többszörösen befizetni, azért, hogy jobb legyen a, a, a nem dohányzóknak, vagy a fiatalkorúak, tehát így, így sehogy sem. Te ezek az intézkedések, tök jól mondod, hogy, hogy ez, ez már messziről kilóg a lóláb, hogy ez már kurvára nem arról szól, mint amit megpróbáltak beadni ott mindenkinek, hogy ja, hát mi ezt csak ezért csináljuk, ezért van rá szükség. Úgyhogy nem. Nem, nem, nem. Fura. Igen. Merev. Mereven fura. <laughs> fura. Fura Micsi. ez a merevség, mint az érfa merevség. merevség. Így van. Uh. Az úgy keveredett ide, hogy én nem olvastam el, csak itt a, a csoportokban jött a híre, hogy Angliában a sajtó ráharapott, és most akkor megint előszették, hogy mennyire rossz ez az elektromos cigaretta, mert érfal-merevséget okoz, és ijaj, csuhaj, és trallala. És emlékeztem, tényleg ez a Varsói Konferencia zseniális volt, nincs olyan téma, amiről ne, ne lett volna ott valami előadás, és így beugrott nekem, hogy érfal-merevség, érfal-merevség. Hát ezt már Faszarinosz is elmondta, hogy ennél nagyobb ökörség a világon nincsen. És utána olvasgattam, mivel a magyar sajtó is ilyen, tehát vélhetően egy-két héten belül hozzánk is eljutnak ezek a szuper hírek. Ez az, amit tegnap kirakott a Facebookon? A doki? Ö, igen, többek között az is, az másról is szólt, de erről is szó van benne. És egy kicsit össze is bojdult egyébként itt az ártalom csökkentési ö, ö, nemzetközi brigáda, ahogy néztem, és adják ki a hivatalos szakkommenteket. Itt, itt, itt aludtak el a hallgatók, és így leesett a fejük, mint az igen barack. Tehát a szak, szaklapokban adják a, a kommenteket a, a kutatók, ilyesmi hogy pörögnek, hogy kifogják a szelet a vitorlából egy ilyen bődületes hülyeség mögött, és, és jól emlékeztem, mert megszólaltott menet közben Falszalinozdok is, meg ott beszélgettek a, a, az emberkék, hogy ez egy hónapokkal ezelőtti felmérés, ja, és ugye nagy kedvencünk Kaliforniából, Stanton Glenc, a, 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 dohányzásra átnyergelt, bukott repülőmérnök, az elektromos cigaretták esküt ellensége, azonnal elkezdett lobogtatni, hogy ő azt olvassa ezekből a számokból, hogy hogy fele olyan e, e, káros a, az elektromos cigaretta, mint a dohányzás. Tehát a felénél nem lehet kevésbé káros, meg ilyenek. És arról van szó, amit szerintem én annak idején mondtam is, amikor beszámoltam a, a Doki-nak a kis előadásáról, meg a konferenciáról, hogy az érfal merevségének, a mérésének konkrétan ajánlásai, előírásai vannak, hogy hogyan ne végezzük. És ezek között szerepel az hogy megterhelő dolgokat ne végezzenek előtte, mert attól merevedik az érfal. Edzeni ne edzenek előtte, mert attól merevedik az érfal. Ne fogyasszanak kávét, ne szívjanak cigarettát, mert ezektől mind-mind merevedik az érfal, tehát meg fogja hamisítani a valódi eredményt. És ráadásul ez egy rövid távú jelenség, hosszú távú egészségügyi következményeket abszolút nem lehet levonni belőle, mert rövid időn belül visszaáll normális állapotba az egész kódszere, és mi az Isten csináltak? Fogtak egy 5 perces dohányzási intervallumot, hogy valami ahhoz hasonlót csináljanak, fél órán keresztül elcigisztették a delikvenst, ami, mint említettem, ne fogyasszon stimulánsokat, és nikotint sem előtte, majd miután jól a nikotin átmenetileg megmerevíti az érfalakat, akkor jól megmérik. Tehát le van írva ember, így nem mérjük. Ők így mérik, és aztán jön Stanton Lenz és levonja a következtetést, hogy maximum is csak fele olyan káros, mint a dohányzás, amit ha megfordítjuk, akkor igazándiból azt Mondja Stanton Lenz, hogy dohányozni igazándiból csak kétszer veszélyesebb, mint elektromos cigarettázni, és ennyire fals, ennyire légből kapott, bakugrásokkal tarkított, félrevezető hülyeségeket vonnak le belőle egy ilyen teljesen hibás kiindulás alapján. Őrület. Jó, ha ezzel végeztünk, akkor szerintem. Menjünk át a, a kis színesekre, és két kis színest egyébként én a párásító csoportból vennék. Az egyik, az, az egy szavazást kiírtam, hogy van-e igény a Billion Lives pólóra, sapkára, pulóverre, és a többi, és a többi re. Ö, én azt gondolom, hogy sokkal problémásabb lenne ö, találni egy céget, aki behozná, és vámkezelni, és anyám kínja, és webshop, meg mit tudom is én, micsoda, ne ásítsa fifika, mint az, hogy megrendeljen mindenki egyénileg, vagy ilyen kis csoportos foglalkozás keretében a weboldalról. Azt néztem egyébként, hogy 20 dollár körül van a postaköltség, és egy póló 20 dollár, a pulóver 40, a baseball sapka 15, tehát nem egy, egy olyan föltől elrugaszkodott árak, úgyhogy ezt kéne majd megköpködnünk, hogy ö, kitegyük -e ennek a webshopnak a címét, vagy sem. Mert egyébként azt mondta Iron, hogy természetesen spread the word, úgyhogy ö, terjesszétek és, és ö, vásároljon mindenki nyugodtan. Tehát szerintem odáig nem ö, soha nem érkezne meg akkor az a baseball sapka, amit a premierre akarnánk idehozni, mondjuk úgy, mint az osztrákoknál, hogy berendeltek nagyobb tételt, valami cég, mondjuk a dampf bár vagy a tököm tudja, hogy akkor ezt ki kéne írni. Mit szóltok hozzá? Mm -hmm. Jó, akkor kettő, vagy háromból kettő az oké. Okay. Szerintem igen. A másik pedig a sunyi kínaiakra ö, már már Tóth Gyula meg is találta az Origen 1922-nek a rozsdamentes kínai verzióját. Mindösszesen, megkattintom is már szégyellem is magamat, 19 dollárért. Ö, nem vagyok én róla meggyőződve. Az mondjuk kínai léptékkel mérve azért nem olcsó. Igen, én én attól félek, hogy itt egy eredeti van lefényképezve, és a fene tudja, hogy te mit kapsz, de nem rizikóznék vele. Ez is csak egy ilyen kis érdekesség volt, hogy bármennyire is óvatosan kamerázik, leki is, bármennyire óvatosak vagyunk, megrendelik az első darabot, és akkor majd két hét múlva lehet tőlük rendelni, de lehet, tehát ez nem, nem rajtunk múlik, sajnos. Ez lett volna az én kis színesem. Így. Akkor jöhet az én kis színesem? Még egy van, ez az nem az is majd volt a... kis színes, mert nem köpködtük meg. Hát család. nem köpködtétek meg, ezért nem tudom, hogy mikor mondom, hogy kis színesem, akkor miért nem köpködtök, de nem baj. Hű. Te... Hát ez várható volt, hogy ez lesz. Már nem az, hogy nem köpködjük meg, hanem hogy a kínaiak az első adandó alkalommal rá röppennek van egy ilyen presztis kazánra. Még egy, ez most jutott eszembe. Vegyszereket zabálunk. Csak a mihez tartás véget. És amikor, amikor elő lehet adni valamit így is, meg elő lehet adni úgy is, akkor itt van egy remek cikk az indexen jelent meg, hogy hogy ugye mi az, ami, amire szüksége van a szervezetnek, és akkor például itt van a kedvenced is benne, Krisztián. Szénhidrát, fehérje, zsírok és lipidek. Ide tartoznak a vitaminok, ásványanyagok, gyógyszerek, több százféle vegyi anyag, amiket naponta fogyasztunk. És például azt is érdemes tudnotok, hogy a periódusos rendszerben 118 elem van, ezek négy elemből állnak. Szén, hidrogén, oxigén, nitrogén és ö, meg hát ugye az aminósavak, ezek a vegyszerek meg fehérjéket alkotnak összekapcsolva. Ö, de itt kitérnek a savakra, a lugokra, savtartalomra, mérgező tisztítószerekre, és akkor jönnek ezekkel a búlsitekkel, hogy a coca cola a WC-be üntöm, akkor az megmarja, mert az anyám kínja, és... Ö, és itt szépen le is vezetik, hogy ja is az hogy az a gyomrodat, szétmarja a gyomrodat, csak azt se felejtsük el, hogy mert hogy foszforsav van benne, ami egyébként így is van, csak hogy hogy az emberi gyomorban is található foszforsav, sőt, még a lefolyó tisztításhoz használt sósav is durvább a gyomornak, a gyomor pH értéke, mint a. Coca-Cola-nak segítek nektek, de még a narancs és a citrom is legalább annyira savas kémhatású, mint a Coca-Cola. A tiszta citromlé pedig tízszer savasabb. Tehát uh, itt minden csak uh, megvilágítás uh, kérdése egyébként, hogy uh, mit, hogy fogunk föl, és mit, milyen információból uh, szedünk. Pontosan. Hát, hát már... ugye, mondja, szifika egyrészt, másrészt pedig uh, emlékeztek, hogy milyen uh, uh, borzasztó támadás volt annak idén az e ellen, hogy hú, hát az micsoda szuperbaktériumok, meg ő, meg hű, meg ha. Most <coughs> ehhez képest érted, bemész a saját konyhádba, azt százszor nagyobb rizikónak vagy kitéve, mint mondjuk uh, ha leszopogatott tövig a saját drip tehát Ennyi. Meg Folyam mikor azt kisztiam. mondják neked, hogy, hogy, hogy ö, extra sárga tojás. Azért extra sárga, mert gyönyörű neve van, kantaxantin nevezetű pigmenttel kezelik. Ami egyébként Európában, az államokban ö, teljesen legális, és az egészségügyi határérték is meg van rá szabva, napi 80 mg per kilogram. Na, ettem három tojást, meg egy kis kanta Nesze neked. Kanta fája fáj a fogad. Szóval igen. <laughs> Nem is a tojást ez, kívánod. Ez ugyanaz, mi ecigisek ezzel azért viszonylag gyakran találkozunk, az angol úgy hívja, hogy cherry picking, mi meg úgy hívjuk, hogy előítélet alapján történő szelekció, Hogyha féligasságokat mondasz, csak nem a teljes kontextusában helyezve elfelejtesz olyan dolgokat hozzátenni, hogy mondjuk milyen mennyiségben jut a szervezetbe ez, azzal alapvetően a szervezet mit tud kezdeni, mit nem tud kezdeni, akkor egészen borzalmas dolgokat lehet elmondani bármiről. Ez olyan, mint az örök ellentmondás, hogy a víz halálos, vagy pedig azt mondjuk, hogy a víz az élet alapja. Mind a kettő igaz, megfelelő környezetbe kell vizsgálni ezeket az állításokat, és akkor már is ilyen érthető lesz, hogy, hogy miről van szó. Neked is van egy kis színesed? Nekem nincs. Uh, nekem van. Nekem van a ö, uh, jön a cigaretta piacon. Hát ez az első kötelező. Ez az első kötelező így van. Ennek a mérték azért még uh, nem olyan uh, brutál, de azért is tettem be, mert jó szoktatjuk magunkat januártól mi is jövedéki körbe fogunk kerülni, úgyhogy jó, ha szoktatjuk magunkat ezekhez a, a, hírekhez egyrészt. Másrészt meg gondolom, hogy a, az elektromos cigaretta jövedéki adóval terhelve már egy, egy közepes használat mellett is egyenértékű lesz kiadásait tekintve a, dohányzással, úgyhogy ehhez tényleg csak gratulálni tudunk. Hát én ehhez azt tudnám mondani, hát magához ehhez a cikkhez nem, de az elceg is vonatkozásához azt tudnám mondani, hogy inkább nem mondom el, hogy mire gondoltam, mert nagyon formálódik valami a fejembe ezzel kapcsolatban, és nem szeretnék a ellen ötleteket adni, de hogy itt valami nagyon nagy bugyotaság van kialakulóban. Én ki fogunk használni. Nekem meg az jutott erről eszembe, hogy majd figyeljétek meg, eljön az a pillanat, mikor a dohányterméknek lefele megy az ára, és megemeljük a jövedéki adóját, mint az üzemanyagnál, mert ez olyan észszerű. Igen. Ócsóbb lett a brand, Igen. akkor emeljük a jövedéki adót. teljesen embertelen így megakadályozni szegény dohányosokat, hogy nehezebben jussanak hozzá a, a kis koporsószegekhez. Hát ez azért mégsem járja. Inkább szopassuk a kevésbé káros alternatívát. Is. A következő kis színes is az enyém, erről már volt szó egyébként, csak engem most az vágott melbe, hogy aránylag egy, egy hosszú cik jelent meg a, a, az Equus nevű hát nem is tudom minek mondjam híter uh, gyakorlatilag egy ilyen uh, dohánynak látszó uh, cigaretta végbe dugott uh, hevítő uh, szál forosítja át ezt a dohány papírt tulajdonképpen aminek uh, a füstje az a hagyományos cigarettje füstjének az egy ötöde, és óriási uh, hype ot uh, alakított ki a Philip Morris körülötte, uh, és hát egy ilyen életmód, meg, meg uh, uh, egyéb uh, dolgokkal foglalkozó uh, cikk uh, csoportban jelentették ezt meg, és valami furcsa módon a dohány, tehát ért, értitek? A dohányzás ellen való ö, ö, kárcsökkentés, harc egyik szignifikáns eszközévé emelik azt az eszközt, ami, ö, köz, tehát még a saját fölmérésük szerint is csak 85%-kal kevésbé káros, mint a hagyományos cigaretta szemben az elektromos cigarettával, ami 95% és ö, pont ugyanannyiba kerül egyébként a, az utántöltő rész, mint a, a, hagyományos cigaretta, a plusz a készülékára, és tegnap gondolkoztam el rajta, hogy nekünk van egy ilyen eszközünk, mert Európában valamilyen furcsa módon a Philip Morris Romániában kezdte el először ezt a készüléket terjeszteni, van egy ilyen eszközünk, néha elő szoktam venni, így csodálkozgatok rajta egy kicsit. Szar szerintem iszonyúan nem pótolja a cigarettát, és ma jöttem rá, hogy ezek a szarháziak azt csinálták, hogy beledugod ezt a sticket a, a hevítőbe, és mondom olyan furcsa, hogy hol két perc alatt elfogy, hol öt percig, tehát mint hogyha nem lenne konzekvens a működése. És képzeld el, hogy a hevítő számolja a slukkot, és 12-nél kapcsol. És tök mindegy, hogy 5 percig szívod, vagy két percig, a 12 szívást érzéket lekapcsol a, a picsába. És egy doboz stick, ami éppen negyed akkora csomag, mint egy doboz hagyományos cigaretta, Pont ugyanannyiba került, tehát ilyen 1100 forint környékén van, mint egy doboz cigaretta. Én csak magamban ilyen parasztva készüléknek hívom, és ott van helyette az e-cigaretta, és az, az természetesen nem ilyen cool, és nem ennyire jó. Ennyi. Akkor reflektálnék én a kis színesedre, ami maximum egy-két mondat se. Volt, Volt. <gül> Volt. <gül> és mivel te reflektáltál, ezért én csak így csöndben maradnék, hogy letelt az időm, hogy ö, szar, és amellé még káros is. Ennyi lett volna a véleményem, köszönöm. Én annyit fűznék hozzá, hogy figyeljétek meg, hogy mivel ezt a kis megszokott triumvirátus berkeiből érkezik, ezért egy, nem lennék meglepve, hogyha elkezdenék nyomatni, mint ártalomcsökkentés alternatíváját ezt. Annak ellenére, ahogy Fifika is mondta, hogy pontosan tudjuk, hogy létezik egy lényegesen komolyabb ártalomcsökkentő és hatékonyabb ártalomcsökkentő eszköz, ami viszont nem jó. Hát nekik. Hát nekik, igen. Serácok, ledaráltuk a témák nagyját, ami megmaradt, azt Krisztián majd a végén elspoilerezi, hogy mi vár jövő héten rátok, de térjünk át a sorozatokra, mert rég volt, nekem csak egy van most a tarsolva, illetve kettő, illetve három, de Nincs a... Csak egyet látok. A, az csak így jött a fejembe, mert ugye a Bowlers elindult, és azt mindenképp a, meg kell említeni, hogy ne felejtsétek el betenni a figyeitekbe. Amit betettem ide egyébként, az a Last Ship, mert megint csavartak rajta egy egészségeset. Nem tudom, hogy te azt nézed, de még mindig mm -hmm, nem? Természetesen igen. És up to date vagy? Abszolút. Nagyon, nagyon érdekes irányt vett a történet. Nekem ez kicsit bazári volt, ez a leülök egy kínai hajó romboló, vezérlőpultjához, és tíz másodperc alatt a kanji karakterekből kisilabizálom, hogy melyikkel kell célra állítani és kilőni egy rakétát. Tehát megmondta Eden Boldvin, az minden nyelven ugyanaz. <laughs> Igen, az fura jó Ön, Ja, úgyhogy, úgyhogy jó pofa volt, érdekes volt, bár én még mindig nem értem, hogyha valakit hasba szúrnak egy katanával, akkor utána de milyen belső szerveit vágja úgy el, hogy tudod, már csak egyet kell utána rántani, és akkor utána a hosszú agonizálás után kettő másodperc múlva meg vagy halva. Mert itt most ez történt megint, tehát így nem igazán értettem, hogy így, egyet tépek fölfele, ott még szerintem gyomorszáj van, hogy így gyomorszájba így pff, elvágod, és akkor jaj, most már neked nagyon szar, meghalok inkább. Hát utána maradt csöndbe, azt nem tudtuk, hogy ott már vége volt, de minden esetre csöndbe maradt. Igen. Úgyhogy jó volt, most hamar ledarálták a távol-keleti vonalat, és most eldöntötték, hogy hazamegyünk, azt rendet rakunk abba a kuplerájba, mert ez már nem. Ami nagyon tetszik, hogy ebben a sorozatban azt veszem észre, hogy itt nem félnek kiírtani a picsába a karaktereket. Tehát ott volt az első évad vég, vagy második évad végén a dokinő. Első a dokinő. Aztán ennek az évadnak az elején a csajt, Ja. aztán ö, ö, hát azt nem mondjuk el, hogy ebbe a részbe kiket, de, de erős jellem karaktereket ö, pillanatok alatt kivégeztek benne, és föl se tűnt idáig, hogy text hiányzott. Hiányzott? Múltidőben. Úgyhogy teatrális, ám de kurva jó volt a visszatérése. Ja, 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 ja. Elgondolkoztam, hogy mi lenne, hogyha tényleg ilyen beton border lenne mindenhol, hogy hát most itt van így a határ, azt lebaszunk ilyen kurva nagy betonokat, hogy hogy gondolták, hogy olyan lesz, mint a kínai fal, hogy körbeépítik egész Amerikát ilyen betonfalakkal? Nem, nem igazán tudom elképzelni. Vagy olyan lesz, mint a, épp ma láttam a Facebookon egy képet, hogy, egy kurva nagy birkacsorda, nem tudom, láttátok-e? Egy kurva nagy birkacsorda, a semmi közepén, képzeljétek el egy, egy 5 méteres vas kerítést, 5 méter. Közepén van egy dupla ajtó kapu az ki van nyitva, és a hülye birkák mit csinálnak? Nem az, hogy így mennek előre azt, aki az útjába kerül, az kikerüli, az összes birka besűrűsödik a kapu vonalába, és aztán szét újra, de egy több ezer birkáról beszélünk. Na. nem akartam menni, hogy tényleg ilyen hülyék vagy ti birkák, de hát ezek szerint tényleg. Na. Úgyhogy nekem ennyi lett volna a, a sorozatom, meg hát ugye daráljuk az ori, Orange is the New Blacket, igen, az Orange is the New Blacket, azzal még a csajos estéket tartunk a, a Nórival, és, és az daráljuk. Valahogy őt a Bowlers nem fogta meg. És ti? Nekem nincs most sorozatos sorozatom. Sorozatos sorozatom nekem, nincs. Nekem sincs, én nem is tudom, mit néztem utoljára valamelyik ilyen Segíthetek? Star Wars. Segíthetek? Nem, valami. Trónok ilyen... harcát, vagy... Linda! Star... <gül> <gül> Star, Wars rajzfilmbe merültem bele. Rajzfilmbe. És... Mi, ja, adag, mi, lesz a következő? Lego? Lego, Lego. A, egyébként a, a mi, mi, volt ez a robot chicken? Hát ez valami zseniális. Hát, uh, az iszonyúan tetszik. És miközben nézelődtem, ez van most benne a videóban, meg, megtaláltam a halálos iramban hétből valamelyik elmebeteg csinált egy lézerkardos jelenetet, ahol a Vin Diesel és a Jason Statham éppen fénykarda szórakoznak, de valami eszméletlen jó megvan. Gyártva a jelenet. Gondolom ott valami vasakkal verik egymást az eredetiben, mert én ezt a filmet nem láttam még, de de nagyon jó. Tehát ezt ajánlom, hogy nézzétek meg, hogy már ezek is lézerkardoznak. Hm. Jó, akkor kultúrában ott van uh, Gene Widerrel egy, uh, egy cikk. Cikk, így van. És uh, ennyi. Most pedig jön. Krisztiánnak a jövő heti spoilere. Mert jövő héten is lesz párásító podcast, és nem egyéb grandiózus témákról fogunk beszélni, mint például a nikotin egyéb hatásairól, egy csodaszerről. Igen. Illetve, igen. Okay. Egy valóban egy csodaszerről. <kül> és arról a nagy kérdésről, hogy hogy jutottunk ide. Mindenkinek megköszönjük én... megtisztelő figyelmét. Egy hét múlva. Fifika valamit mondani akar. Ja, nem, én csak azt akartam mondani, én például autóval. Mindenkinek Ezért megköszönjük... megérte megszakítani csak. Van kéteket. nem el mindkettő. Mindenkinek megköszönjük a figyelmét. Témák hiány az adást berekeztjük. Még két óránál sem járunk tiszta ciki. Jövő héten ugyanitt addig pedig lájkoljátok like a Billion Lives Facebook oldalát, ö, toljuk oda is fel a friss híreket, a pólóról, meg egyéb nyalangságokról pedig egyéb forrásokból fogtok értesülni, úgyhogy irányapárásító csoport. Sziasztok! Egy élmény volt, sziasztok! Jó éjszakát, kedves gyerekek! <sítható> ezt nem hiszem meg. Жир! Жир! Стоп!